Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy érdekes cikkel folytatjuk, és szerintem abszolút hát van aktualitása, mert hogy ugye mindenki újra felül a tömegközlekedésre, mindenki újra közlekedni kezd, és hát nyáron azért egy kicsit a járatok leürülnek, szellősebbek lesznek, idézőjelesen szellősebbek, mert nem biztos, hogy szellősebb lesz, ha van klíma, ami nem megy, és mondjuk zárva van az ablak, de ilyenkor augusztus végén, szeptember elején nincs mese, újra, hát hogy is mondjam, asszimilálódni kell a fővárosi közlekedésbe és szerte az országban, és hát bizony tolerálni kell ugye a másik utast és több utas típust is. Mert hogy egy újság megkérdezett pár légiutas kísérőt, hogy meséljenek a számukra legidegesítőbb utas típusról. És mindjárt átveszük ezeket egyébként, hogy ők mit mondtak, de kicsit kibővítjük a dolgot, mert hogy nem csak arra vagyunk kíváncsiak nyilván, talán kevesebben utaznak repülővel, mint tömegközlekedéssel, hogy kik az igazán idegesítőek a repülőn, hanem arra is, hogy ki a legidegesítőbb úti társ az autóban, a buszon, a BKV-n, a vonaton, és hát minden olyan tömegközlekedési eszközön, amivel az ember közlekedik. Előtte gyorsan azonban még egy kérdés. Balázs, mi van az UFO-kkal? Jó, ide jó, köszönjük szépen, kiírt a töröld a számát. Nem lett annyira tiszta ez a bögre, mint ahogy szerettem volna. Na, és ugye a téma azért is jó, mert tényleg hát szeptemberben ugye viszed a gyereket, elindulsz, és minden rémálmod újra teljesül, mikor először föllépsz a hévre, először utazol újra metró, rájössz, hogy a járatok megteltek, és vizionálod, hogy jövő júniusig ez nagyjából így lesz. Így van, ugye? És eszembe jut az előző egy év, amikor izzadt hónaljak alatt próbáltál ülőhelyet keresni magadnak, megpróbáltad letörölni az ülést, amit előzőleg valaki leevett azon a rohadt reggeli szendvicssel, ugyanaz jön vissza. Nézzük át először, hogy mit mondtak az utas kísérők a repülővel kapcsolatban, vagy a repülő utasaival kapcsolatban, aztán pedig átvesszük majd hallgatóink segítségével a legirritálóbb, idegesítőbb utas típust, aki ugye csinál valamit, egy adott módon viselkedik, van egy rossz szokása, vagy csak egyszerűen hát higiéniai szempontból hagy némi kívánivalót maga után. Ilyen is van. Hagy némi csirátlanítás valót maga után. Igen. Fú, hát nem is tudom, mikor utaztam utoljára BKV-n, de az ilyen cikkeknél mindig rájövök, hogy nagyon, nagyon nem hiányzik. Na, nézzük, mit mondtak a sztjuárdeszek. Azt mondták például, hogy ne szenvedjen túl sokáig azon, hogy mit kérjen inni. Hát azt adom, figyelj, ülsz a rohadt repülőgépen, felszálltál, túl vagy a stresszen, kezd kiszáradni a levegő, mert ugye légkondíznak végig a repülőgépen, és meglátod a sztjuárdeszt, ahogy jön, gyönyörűen tolja azt a kis kocsiját, és kérdezi, és ott egy utas, aki mondja, hogy Almali, hát ha magyar, akkor Aple. Aplegyúze. Elkezdi önteni, és azt mondja, ne, kólát kérek. Leteszi, előveszi a másik poharat, mert ugye mindig öntenek, tehát pohárba kapod. Mára lecsavarta a kólás kupak, és megint kér valami másikat, és te ott dög lesz olyan. No, light. Igen, így, ezt adom. No cukor. No sugar. No zucker. Ó, ne cukor, igen. Jó, szóval ezt adjuk, ebben igazuk van, igen. Az idegesítő utas, aki nem tudja, hogy mit akar inni, te már szomjan halsz, a gyereked már készül szomjan halni, de nem jut el hozzád. Mi sose iszunk, kapa. Nem jut el hozzád a kocsi, igen. Azt mondja, hogy nem mászkáljon mezitlába repülő, mert undorító. Mondták ezt is az utas kísérők. Ez engem valahogy nem zavar, ha valaki leveszi az okniát. Zoknit? Ez egy cipő, de zokniba járkáljon, nem? Mezitláb kicsit pronyó. Egyébként valójában tényleg kicsit pronyó, most, hogy vizionálom a dolgot. De annyira engem ez nem zavar, vagy nem irítál. Egészen addig, míg föl nem teszi mellé. Amíg megjelenik a két szék között, megjelenik mondjuk a feleséged és a te arcod között egy láb. Jó, azért az már lehet, hogy zavar. Az már lehet, hogy zavar, igen. Mondjuk ezt azért nem értem, mert ők tudják a legjobban, hogy a hosszú utazásnál ugye le is kell venni, meg kell néha mozgatni magad, mert abból szokott lenni ilyen trombózis, vagy micsoda, hogyha sokáig ülsz egy helyben, tehát mondjuk egy 10 órás repülőutat. Amerikába, ott le is kell venni szerintem a cipőt, tehát ezt még nem értem, ezt nem adom nekik. Nem adod nekik. Nem. Ne hagyja, azt mondja, ne bögdösse a stewardesst, vagy húzgálja a ruháját, ha szólni akar neki, hanem szóljon neki. Megvan ez a típus. Jó, egy bizonyos kor felett. Mert hogy ha a gyerek még oda megy és megrágatja, akkor azzal nincsen gond, de hogyha kicsit éltesebb korú. Nagyon szeretem ezt a típust, igen. Bögdösi, húzgálja, nyomkodja a gombot folyamatosan, igen. Ne közvetlenül leszállás előtt jusson eszébe elmenni a mosdóba.
Jó, egy, na. Ez egy nagyon klasszik típus. De ha akkor kell, akkor mi? Most még egy fél óra, mire leszállsz? Mert ugye állógépen már megint nem mehetsz el a mosdóba, tehát leszállás előtt vagy. Akkor most akkor nem mész el pisilni? Hát igen. Úgy csinálsz, mint Gerard Depardieu, vagy... megoldod egy üvegbe. És könnyít ez egy palacka, igen. Hát én ugye rettenetesen sokat nem utaztam repülőgépen, de például az este, amikor mondjuk így az óceán fölött vagy, és mondjuk alváshoz készülsz. Ez a teszádból annyira jó, amikor ugye... este az óceán fölött vagy, és alváshoz készülsz. Hát ezt a teszádból mindig nagyon szeretem. Amikor én repülök, akkor mindig rohadt messzire repülök. Hát mert általában a celebet forgasz. Igen. És lefekvés előtt, amikor azt látod, hogy bemegy valaki, és hogy könnyítsen magán. Lefekvés előtt, és aztán kiderül, hogy valójában nem csak könnyíteni akart magán, hanem megmosta a haját, megmosta a fogát, megmosta a lábát, átvette az esti holmiát, kicserélt a zoknit, kifogsajmezte a fogait, felrakott egy hajhálót, berakta már a füldugókat, és, így, vagy, nem, vagy. És aztán pedig hajna. Én megállok az ajtó előtt, és dörömbölök, hogy gyere már ki! Jani pisillik! Gyere már ki! És érted, és aztán hajnalban felriadsz, és rájössz, hogy basszus, idáig vártam, és nem jött ki, és az ember még mindig benn van, még mindig benn van, még mindig benn van, még mindig benn van, és aztán kijön. 40 perc. Ugyanez van. Vonaton nincs? Vagy tehát a járaton? De, hogy nem. Vonaton is ugyanúgy, ezt van, aki ilyen, hogy tehát látod, oké, piros, jó, még piros, most mi az Isten történik a beleibe? Piros, még megint nem. Érted. A beleiben mi történik? Igen, mi történt a beleiben az illetőnek, aki bemegy, és másfél órán keresztül bent van. Nem lehet, hogy ketten mentek be? És valami komolyabb történik? Vagy egy ment be, és ketten jöttek ki, mert megszűnt. Kijött egy pár hónappal később. Na, nézzük meg akkor, mert hát nyilván tényleg, ahogy mondtam, BKV-vel sokkal többen járnak, tömegközlekedéssel, vonattal, távolsági busszal, hogy ott mi az az öt sztereotípia, amiről mindenkinek azonnal eszébe jut egy utas típus? Uh-huh. Tehát ki az az utas, és mit csinál, hogy egy kicsit tényleg tágítsuk a mozgáskört, és ne csak repülőről legyen szó, amivel tényleg mindenkit az őrületbe kerget. Vagy azért, mert úgy beszél, telefonál, csámcsog, közlekedik, lögdösődik, vagy csak egyszerűen vállalhatatlanul utazik. Milyen utas típusok vannak? Letottyanos. Ki a letottyanos? Nekem az egyik kedvencem a letottyanos, aki megérkezik, van hely, leülök. Te bent ülsz a belső ülésen, megérkezik melléd. És ugye a nagy kifújás. És egyetlen dologról feledkezik meg, hogy te is ott ülsz mellett, és ráült az egyik combodra. És bent ül, és tudod, ez a... És így szétterül bent így a székben, te pedig így próbálsz meg így minél távolabb kerülni tőle, de nem tudsz elég távol kerülni tőle, és már ilyen, de már látod, hogy este megnézed a combodat, és véraláfutásos lett a combodat az ő leülésétől, hogy egyszerűen átfolyik a te székedbe, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ott ül benne mellette valaki, és még van nála egy kis szatyor, van nála még egy kis cekker, stb., az kvázi a te öletbe helyezi, és ott árolja egészen addig, amíg le nem száll. Mert rossz a saját élménye, hogy érzem, tehát azért nem, ezeket, kevés, ezért ez nem kevés, szívből jön. Most ez a jó, hát ilyen mindenkinek van. Azért én nem vagyok túlságosan így egy nem széles alkat. Sok helyet, igen. Nem foglalok sok helyet. Lehet, hogy igen, ezért nem is tűnik fel, hogy ott ülök. De hogy úgy tud leülni még így is mellém, hogy tudod, egyszerűen begyűr maga alá. Mert hibázol, mert elkezdesz menekülni, akkor vissza kell támadni, mert érzi, hogy ő teret nyer. Arrébb húzod, akkor jön vele. Ez a klasszik mozi effektus, ne hagyd magad. Nem, tehát már én 10 perc előtt, film előtt 10 perccel már minden csatát levívtam a moziban. Tehát én már izzadok, már én már bepakoltam, én már verekedtem, ott már minden. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy hát ha veszi a lapot, hogy nem ilyen finoman húzom ki alól a táskámat, meg a lábamat, meg a kabátomnak szélét, hanem ezt! Így kirántom alól, hogy hát arra egy picit így megdöccem, vagy megmozdul. Csak nem kérdezi, akkor... hogy mit izek Mozovsz kisfiú egyébként, és hol vannak a szüleid. Igen, ez egyébként abszolút előttem van. Aki úgy ül le, hogy a kicsit rádül. Kicsit rádül. Ugye? Úgy érzi magát biztonságban. Szintén sztereotíp, de abszolút így van, hogy egyedül ülsz a metróban, de biztos, hogy melléd ül. Vagy a héven. Azt sose értem. Ugye? Van az a típus, aki fél. Van a félős típus, aki úgy utazik, ülhetne hogy három vagytok nem. A híven, és leül veled szembe, összeér a lábatok, és körbenézel, és azt látod, hogy minden szék üres. És ahogy gazdaságos, ahogy toleráns. A következőről sokat szoktak felszállni, ide ülök most, mert...
Tudod. Hogy megkérdezik, hogy tesó félsz, vagy ismerjük egymást, hogy rokonok vagyunk, de 6000 üres hely van, tehát hogy miért nem mész egy kicsit arrébb? Vagy amikor már csak egy hely van, és bent az ablak mellett, és akkor mondjuk, elnézést, bejjebb tudna ülni? Nem, a következőnél leszállok. Igen, és nem megy bejjebb. És hogy, oké, értem én, ja, akkor, ja, hogy úgy tetszik érteni, hogy akkor én üljek bejjebb, mert maga, ja, bot, elnézést, nem, nem enged be. Ne haragudjon, erre jártam én is, igen, akartam. Engem nagyon kevés dolog irritált egyébként, amikor tömegközlekedtem, mert tömegközlekedtem azért én is. Hiszen te irritáltál mindenki. Aztán megszüntették az omnibusz járatokat Budapesten. Fiatal voltam, és mindig nagyon élveztem, hogy olvashatok. Én nem sok vizet zavartam, nagyon sokat olvastam. Én a más könyvébe, illetve az én újságomba, könyvembe beleolvasós, én attól tudtam mindig megőrülni. De most miért nem vagy közösségi ember? És nem vagyok betűrígy. Uh-huh. Meg nem félek attól, hogy kiolvassa a betűket, de tudod, aki már úgy érzed, hogy már itt finoman szuszog a füledben, kicsit már nyalogatja a fülcimpádat, és úgy olvas bele az újságodba, hogy szíved szerint megkérdeznéd, hogy tesó, lapozhatok. Uh-huh. Meg vagy, biztos, mert akkor lapozok. Szóljál, ha még valahol elmaradtál, akkor fordítok rajta egyet. Én lapoznék, te hogy érzed? Megvan ez a típus? Hát persze. És egyszerűen nem is. És legszívesebb, és nem érted. És nem, és akkor te ilyenkor legszívesen tényleg azt mondod, hogy egyszerűen, mit szólsz hozzá, hogy hallod, és nincs ott a böde a válogatottban. Hát nem, te szarás. Nekem volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy lapozhatok-e. Hát ez velem konkrétan megtörtént, hogy ültem, olvastam, én nagyon szerettem, akkor ilyen élet és irodalom, meg ilyen hülyeséget olvastam, már nem hülyeség. Jaj, hogy kell megbántani egy újságot nézve? Ilyen baromságot, mert az élet és irodalom, hagyjál már baromságaidban. Nem, akkor nekünk az nagyon sokat kellett ilyeneket olvasni, most már kevésbé forgatom, de élet és irodalom, és konkrétan úgy esett bele egy publicisztikába az első oldalon, tényleg a Medgyessynek a publicisztikájába, hogy úgy érezted, hogy csorog a nyála, és nagyon élvezi, amit igen, olvas. És akkor muszáj volt tényleg megkérdezni, hogy mi nem csináltad azt, hogy lapozhatok-e? Csak azt kitéped, és odaadod neki, tessé. És nem dőlt feléd, amikor már másik oldal volt, amikor egy picit gyorsabban haladt, mint te, és ő már a másik oldalon volt, és elkezdett dőlni befeléd, hogy mindent el tudjon olvasni. Nekem volt olyan, hogy odaadtam a Nemzeti Sportot, amikor leszálltam. Fogtam, és ízét, és odaadtam. Engem már úgyis megvolt magam, meg mondom, csak a felénét. Mi lenne, már ő kérne meg, hogy ne haragudjon, nem lapozna, ne haladni. Nem, visszalapozni egy pillanat, mert nem tudtam elolvasni a végén. Na, drága hallgatók, tessék egy kicsit panaszkodni, jó? Kinek milyen utas típustól van herótja? Kitől ráz a hideg. Panaszkodhatnak egyébként nekünk nyugodtan. Mozdonyvezetők is, hogy milyen utas típusokat is. De tényleg mozdonyvezetők, buszvezetők, metróvezetők, kallerek, hogy milyen utas típus van, és ki az, aki a számukra legidegesítőbb, jó? Nyugodtan, annyiszor bántottuk már őket, hogy most ők is nyugodtan panaszkodhatnak egy kicsit, hogy milyen idegesítő utas típussal találkoznak. Ajtóba megállós például. Ajtóba megállós, igen. Azt tényleg. És tudod, látod, hogy nem száll le. Igen. Nem? Tehát nem azért állott, mert a következő leszállok. Nem fogja elérni, tényleg. Itt mindenki le akar majd szállni. Senki nem itt él a metrón, mindenki le akar majd szállni, de bent üres a metró. Tetszik érteni, ugye? Ez a klasszik, tényleg belül üres, az ajtónál igen, pedig már nem mindenki tudsz beszállni. Igen. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk újra. És hát rossz hír azoknak, akik szeretnének bejutni a gatyámba, hogy a feleség szállva van. Hogy ma itt van a feleség, de... Vagy itt a nejem, gyerekek, itt a holnap Laci lesz, úgyhogy csak a szokásos alkohol tízig gyert. Nem, a körforgalomnál osan, de nem ezt akarom mondani, hogy oson. Szerintem maradhatunk volna még Szabin. Igen, nem jut eszembe el neve. Ja, igen. Akkor szoktunk éneket volna, amikor másnap megyünk Szabira. Ezek szerint megint nem tudok valamiről. Ki oson az ostromnál? Nem, Pilisvörösvár, hogy elkészült a körforgalom, de be van állva a 10-es út. Miért? Hány körforgalmat építessünk oda? Mit csináljunk még? Ne álljatok be, ne lassítsatok, ne fékezzetek senki kedvét. Miért van megint beállva? Körforgalom. Fölöslegesen építettük oda azt a körforgalmat? Most kicsit az autósokat csesztetett, hogy nem tudják használni? Nem, hát nem értem a probléma okát, hogy megoldódott, építettünk oda egy körforgalmat. És most mégsem sikerült megoldani. Most mit csináljunk? Beszélgetünk erről a körforgalom térről, csak tényleg egy mondat. Nálunk ott a környékünk, a Gilicetérnél van egy jó kis körforgalom, hogy leragadjuk le részleteket, nem miattam a levet, jó, Gilicetérnél, melyik körforgalom következett, tapasztaltuk bele, valamelyik nap mentünk arra, de a svájci rendszámú négykarikás autó, meglátja. Igen! Így van. Igen? Így van, a Lancia. És jövőről... Nem, én a Lancia nem szeretem. Jönnének be, csinos fiatal lányok, letekert ablak, két szőkelány ül benne az autóban, előttünk lévő svájci rendszámú négykarikás BMW. Igen.
megáll a körforgalom, hogy beengedje őket. Te hogy értitek? Udvarias. Na, menjél, nem jó. De miért? Megáll. Bement a körforgalma. Bement a körforgalma. Bemész a körforgalma, és a becsatlakozó. Nem lelassít. Beenged. Megáll, két szőke csaj. És beengedte jobbról őket, akik akartak bemenni. Így van. Így van. Hát lelkes volt. Nagyon lelkes volt a Molinak a reakciója benne. Hát most csajozzál már! Figyelj, hogy körforgalomban megállni, hogy jobbra beengedje valakit, az elég meleg. Az elég meleg. Lehet, hogy náluk nem úgy van, hogy annak van elsőbség, aki bejön. Nem, annak van elsőbség, aki szőke. Nem, most jó csajok voltak legalább? Na tényleg, milyenek voltak a csajok legalább? Őszintén. Na? Nekem már minden jó. Az is igaz, gyerekek. Hát, a ti korotokban én ezt már abszolút megértem. Közel az 50 felé, már megértem. Mi mindennek. Mindentől boldogok vagytok. Na nézzünk gyorsan még egy-két közlekedést, mielőtt folytatnánk a témánkat. Ugye idegesítő úti társakról beszélgettünk, mert hogy egy internetes portál összeszedte a stewardessektől a legidegesítőbb utastípusokat. És hát arra gondoltunk, hogy azért ezt bővítsük ki, mindenki kicsit morgolódjon, ha már úgyis itt a szeptember, hogy kit melyik utastársa idegesít leginkább. Csak előtte van még egy-két friss közlekedésünk, még mindig óriási a dugó az M1-esen. Úgyhogy próbáljátok kerülni. Soproni határ átkelőnél körülbelül 3 kilométeres a dugó, osztrák oldalon szedik ki a furgonokat és a kamionokat, óvatosan vezesse mindenki, Horgász Peti küldte nekünk. Solymárnál áll a sor, igen, ezt mondtam, M7-es 20-as kilométertől befelé dugó van, és ezt többen írták, igen, majdnem egy órája jövök befelé az M7-esen, hatalmas a dugó. Na, nézzük akkor az SMS-eket, amik a témába jöttek, ugye, idegesítő útitás. Nekem azokból van elegem, akik a fülhallgatót nem ismerve 8000 decibellel hallgatják a mulatost, és közben a fél parfümös üveget magukra öntötték, amitől te már fuldokolsz. Ezt Ági küldte nekünk. Kihangosítós. Kihangosítón telefon. Hallgatják a zenét? A telefon, nem ugye tudom, ne, ezt nem ismerem, ezt a típust. Ennyi, és akkor így nyomja szépen, és úgy gondolja, hogy ő ad a többieknek is abból az élmény. De mi nem tesz be egy fülhallgatót? Mert azt nincs neki. Mert nem tudom, ezt én sem értem egyébként, hogy kifelé szól, mert van, amikor egyedül is ezt csinálja. Az, amikor társaságban vannak, felszállnak fiatalok. És akkor hallgatnak együtt valamit. Oké. Okay. De egyedül felszáll, és kirakja így a telefont, és akkor elindí, és hallgatod a kis grófot. De már kapaszkodik, és hallgatja a kis grófot úgy, hogy kihangosít. Igen. Nincs fülhallgatója. És tudod, mindenki együtt hallgatja. Nem is ismerem ezt a típust. És mi az ideológia? Mert amikor te jártál, akkor még nem volt okos telefon. Hát, hogy honnan ismerted volna? Megállt akkor is walkmanedet. Bedugtad, vitted a kis fülhallgatódat, két vartelemet. Az is megvan, az is megvan. Az a típus, aki fölrakja a fülestet, rajta van. De gyakorlatilag olyan hangerő hallgatja, hogy mintha nem lenne rajta. Na és azt csinálja, hogy egyikkel kapaszkodik, másikat itt tartja maga mellett, és akkor szól ki belőle a fül, ezért jó muzsika, és mindenkinek hát gyorsabban van. Egyébként meg nem zene ír így, én ezt bírom. Aha, igen, jó kérdés. Élvezze is. Sezámmal, vagy nem tudom, a Spotify-ból te letöltögetsz itt magadnak. Igen, hát nem magának, mindenkinek. Ez egy szolgáltatás a részén. Nagy klasszikus, dohányos, befelé fújja a füstöt, amikor fellép a járatra. Azt az ember nem is érti. Még egyet beleszív, igen, és aztán az autóban vagy a buszban fújja ki. Sokat utazom vonaton, az volt a legrosszabb, mikor a mama az unokáját lefektette mellém, de a lába felé nézett, végig rúgdosott, aztán szóltam, és elmentek. Ezt szerkültek nekünk. A legidegesítőbb utastípus például az a telefonáló, akinek az egész életét és az összes problémáját megismered egy út alatt, na meg az órát kifújni képtelen, szipogó gyermek. Az is kemény egyébként, mikor a gyerek nagyon szipog, az valóban túl idegesítő lenni, igen. A telefonos az akkor jó, bocsánat, amikor még el is mondja, hogy figyelj, itt vagyok a buszon, nem tudok beszélni. Ja jó, mondjad, mert fontos. Uh-huh. És üvölt, és elmondja, hogy ő a buszon van, nem tud beszélni, de azért beszélgessünk. Igen, de az ha még csúcs. Fontos lenne, de az a legjobb, a Katikám! Ezer éve nem beszéltünk egymással. Igen, Istenem, megint. Pont ráérek. Hát pont a Lacinak a születésnapján futottunk össze Győr Szent Ivánban, nem emlékszel. Ma este megint elmormolok 100 ómani. És ezerrel, nem tudom, mantrát, hogy van autóm és jár, nem kell tömegközlekedéssel járnom. Úristen. Várjál, nem hallok rendesen. Mondjuk 10 év és te is így fogod tolni. Mert nagyon Túl jól hozott. Itt szerintem jó úton haladsz efelé. Sokszor hallgattam már. Távolsági buszon bealudtam, és mikor felébredtem, egy kendős néni ült mellettem egy édes kis kosárkával, gondoltam, megy a piacra, nos ment is, csak eladni, ugyanis egy csirke kinézett rám meg
meglepően a kendőcske alól. Én ezt imádom. Szívrohamot kaptam, mert félek a madaraktól. Én ezt imádom. Én ezt nagyon szeretem, ezt a vonalat. A csirkét tüzenén. Nekon megjelenik mellette egy déd is, ott van bent a kosárba, és ilyen, hogy ilyen krumpli hálóval le van fedve a tetele. És akkor tudod, néznek ki belőle egy tyúkok, és így tudod, hogy minden. Nekem az valahogy bejött, nem tudom. És először azt hiszem, hogy rosszul hallottál, nem? Mit tetszed? És rájössz, hogy nála van. Mondjad, Anna. Jó reggelt, sziasztok. Nekem is van kettő, akit imádok. Muszáj hozzászólnom, hiszen hát én is BKV-zom ugye minden nap. Amikor szeretnék kiszállni mondjuk a metróból, de ő már száll befele. Klasszik. Hát ez mint a lift, ugye? Bármilyen igen. szállodában. Te nem gondolja a hülye, ez... hogy a lift azért van, nem. hogy először megérkezz vele, igen. nem azért, hogy te egyből beszálljál, igen. ugye? Tehát, nem tehát hogy embereket szállít, nem csak téged. Igen, ez egy alaptípus. Abszolút, abszolút. És akkor küzdelem van. Ő jön, feszül, befele, te picit nem zavarod, kifele. Picit zavarod őket a kiszállásoddal, igen. a beszállásra. Hát igen, igen. És akkor szoktam szólni, hogy klasszik. Bocsánat, de szeretnék kiszállni. Hogy... Én meg szeretnék beszállni. Hát ő már megy a helyre. Ő a helyvadász. Tehát ő az, aki le akar ülni, mert konkrétan 4 percet kell majd a metron töltenie, és nem bírja kiállva, ugye? És általában nem a legidősebb. Bár azért a nyuggerek is keményen nyomják. Tudnak hát menni. Szóval azért ott nagy harc van. Nagy harc van. Nagy harc van. Csak felállás tudod, miért lehet ütni járókerettel, tudod, miért lehet ütni, hogy megy fölfelé. És mi a másik? A másik, amikor van egy mondjuk egy nagyobb táska valaki mellett, és nem a földre helyezi a lábához úgy szépen szorosan, hanem oda teszi maga mellé. És mondjuk szeretnél mondjuk leülni. Mert nem csak... teszed le a földről a táskát, hát koszos lesz. Na hát ez az. És akkor tudod, mondjuk utazol egy tömött metróba, és szeretnéd mondjuk leültetni mondjuk a gyereket, vagy uram, bocsánat, én szeretnék leülni, és mondom, hogy ne haragudjon az ölébe venni esetleg a táskát. Nem. Ez igen, ez, te mindig találkozol ilyen, ez neked a fétis, igen. Mondtam, hogy oké, jó, hát akkor mondom, jó utat a táskának. És nem ütél rá? Nem. Hát mégis csak olyan drága volt. Belőle úgy kinézem, hogy felkapod a földhöz vágod, és leülsz egyébként. Hát nem. Tehát egy idő után elborulsz. Következő megállónál egyébként leszállt, és akkor le tudtunk ülni, semmi probléma. De ő a táskát utaztatja. Te olyan leszel, mint a Michael Douglas az összeomlásban egyszer csak a nőben. Egyszer bekattansz. Egyszer bekattansz. Van rá esélyem. Bevetek egy gyors étterembe, és nem úgy fog kinézni a hamburger, ahogy a képen. És nem kapsz reggelit. 10:02-kor nem kapsz reggelit. Nem kapok reggelit. És ez mi, amikor megállsz például az ajtóban, de a másik oldal nem az az oldalon, ahol nyílik az ajtót, tehát igazából nem zavar senkit. És megjelenik az a típus, aki beáll eléd, háttal neked, és ami nem látok, amit nem látok, az nincs alapon, elkezd nyomulni feléd úgy, hogy kapaszkodik, kell. Igen, és beszorulsz oda az ajtók meg a székek közé úgy, hogy gyakorlatilag esélyed sincsen arra, hogy bármilyen igen. irányban meg tudjál mozdulni, de tudod, és így nyomul rád. És basz, közben téged annyira látlak, ahogy mindig beszorulsz, melléd ülnek, rád ülnek, két ember bedarál, ott állsz középen valahogy. Nagyon lát, mert az azért a ferites talkatában például nehéz megcsinálni. De téged szerintem egy-egy reggelen ilyen miszlikekre szednek. Tehát állsz ott a kis hátitáskáddal, a baseball sapkáddal, hát ez szerintem ott téged bedarálnak. Én a metrón mindig keresem azokat a helyeket, ahol a legkevésbé vagyok útban. Na és ezzel pont be is szóval szorítod magad. Igen. Ennyi. Majd átvesszük, Jani, ezt megmondom a leckét, hogy mit hogyan kell. Én nem vagyok egy olyan nagy testalkat, mint a Feri, de hely van körülöttem. Jó, de neked az aurád van. Így van, pontosan. Nem mennék vele egy kocsiba szállni. Így van. Tudsz úgy nézni, hogy nem akarok élni. Így van, majd átvesszük, Jani. Meg ez a The Moszkva, amit használ. Igen. Az népnevelő mamák, akik nem bírják megállni, hogy a boldog szórakozott iskolásokat ne utasítsák rendre. Sugárzik a szigor és a rend az arcukról. Imádják. Kaptuk SMS-ben. Imádják. Aztán nézzük még, hogy milyen SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy legidegesítőbb a nyanyatankos néni, aki reggel 7:30-kor panaszkodik a buszon, hogy ez a sok diák már megint miért ezzel a busszal jár, miért nem mennek az iskolabusszal. Ez a típus a buszmegállóban még sántít, de amint felszállás van, fénysebességgel száguld az ajtóig. Dóri küldte nekünk Győrből. Múltkor egy férfi lecsókolbászt eszegetett az 50-es villamoson az előtte lévő szacsorból, a hosszú körmével pucolgatta, majd mikor végzett a retkes hosszú körmével alól, eszegette ki a maradékot. Majd. Remélem, vizuális típusok vagytok. Sajnos az. Ezt Anita küldte nekünk. Igen, az a telefonáló, aki az egész életét és az összes problémáját megismered egy út alatt, ahogy mondtunk. Aztán azt mondja, hogy leszállás előtt két megállóval már izgulós.
egyébként láttélek. Most kell? Mozgolódik. Mindjárt leszáll, de még nem indul el az ajtó felé. Szatyrot vádliba benyomult nyugdíjas, illetve ajtónyitás után egyből feltolakvó ülőhelyért harcoló. Igen, van a fölfelé menő, de a lefelé menő az is jó. Meg amikor látja, hogy te is felállsz például a buszon, ahol ugye középen nincs olyan sok hely, ülsz mondjuk a negyedik széken, és a mögötted az ötödiken ti egyszerre felálltok, és elkezd lögdösni előre, és mondod, hogy higgy el, hogy azért szálltam, azért álltam föl én is, mert le akarok szállni. Akkor menjen előre! De nem tudok, mert előttem állnak. Kazi írta nekünk, engem mindenki zavar, aki büdös. Kazi, adjuk. Hát igen, ez egy akut probléma. Na igen. Az új vonatokon nincs semmi intim szféra, egy tér az egész, a Váci vonalon öregasszonyok perlekedését voltam kénytelen hallgatni. Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. A legjobb, amikor a fiatalkorú nem adja át helyét a nála jóval idősebb személynek. Azt mondja, a négyes villamoson a múlt héten a csávó rövid naciban kilógó herékkel ült. Istenem, és te utána leülteted oda a gyereket, esetleg te is leülsz, ugye? Hogy miért kell kezet mosni, ha az ember hazamegy? Igen. Ki tudja, mit fogsz megvilágosan. Ja, és hát így csak mondom, hogy azért nagyon sokan csinálják azt, hogy mielőtt leülnek, főleg idős nénitől lehet látni, hogy így a tenyerükkel lesöprögetik. Na, hát... A here. Bizony. Annyi év után újra herés lesz a kezük. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Balázs, Feri, Jani, a sorkatonaságról tudtok valamit? Lesz sorozás? Kérdezi egy hallgató. Hogy lesz-e sorozás? Nem, Balázs kiárta, hogy eltörölték, de nincs. Engem nem érint, ugye, mert alkalmatlan kategórián van. Te voltál katona? Nehogy voltam. Bármikor lehetsz még úttorlasz, Feri. Nem lehetsz, hát nem vihetnek el. Nem tudod, hogy nem harcolsz, csak keresztbe fekszel az úton, aztán annyi. Mondom, hogy nem. Mögé telepítik le a PK-nek. Mondom, hogy nem. Tehát még egyszer mondom, nem lehetek, hiszen alkalmatlan vagyok. A gulyás ágyú mellett neked helyed van, oda szakképzett emberek. Az egy másik dolog. Na, akkor meg megint mit keresek ott? Nem, hogy ez egy régebbi hír, hogy ugye, amit most összemosott egy csomó portál, ezt én is olvastam, hogy most akkor újra hatkötelesek leszünk, akik 40 év alatt vagyunk. De hogy ez nem egy mostani. Ez egy hatalmas kacsa. Ez egy hatalmas persze, kacsa, így persze, van. Persze, valamit félreolvastak. Még itt 2010-es vagy 11-es hír volt, amikor ugye az országgyűlés bejelentette, hogy összeírják a hatköteles férfiak számát, és azt hitték sokan, hogy ez most történik meg, és újra kötelező lesz a sorkatonaság, vagy hogy nekünk be kell vonulni. De ti már ne aggódjatok, mert azt hiszem, hogy ez 40 éves korig van. Akkor tehát én még egyébként vonulhatnék. De nektek már nem kell, hát ti már így 50 felé azért már nem 50. Kell. Nem kell vonulni. Szóval a hír abból a szempontból igaz, hogy volt erre próbálkozás, hogy összeírják őket, de most nincs nem, erről szó. De ez egy 3-4 éves hír. Egyébként ezt sem értem, mert hogy tényleg, hogyha mondjuk speciálisan mondjuk egy-egy fegyvérnemről lenne szó, és itt például megint a hadtápra gondolok, Feri esetében szerintem igazán tehetnének kivételt. Tehát, hogy de miért akarsz engem berángatni ebbe a hülyeségbe? Sőt, én kezdeményezném azt is, hogy akár új rendfokozatokat is bevezessenek, például a főztörzsőrmester. Főztörzsőrmester, igen. Ott neked egyébként... például lenne vegakaja? Kell biztosítani a katonaságot? Szerintem most már kell, vagy kellene, mert azt mondjuk tudom, hogy a NATO-nál teljesen egyértelműen van. Hát tehát, most hogy, itt baj lenne, és elvinnének benneteket. Engem nyilván nem, de ha engem meg elvinnének hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna. Nem, akkor nálad hagymakenyér. Hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna, meg egy vega hagymakenyér. Te elképzelhetőnek tartod, hogy kapsz külön vega kaját? Mert én biztos, hogy nem. De tehát már nem is lesztek katonák, hát ne aggódjatok. Itt most ugye a határvédéssel kapcsolatban vették számba a honvédséget, de nektek nem kellene menni. De azok szerződésesek, meg hivatásos állomány. Persze, nektek nem kell. Amikor Jani bevonulna, akkor is, ha bármennyi éves lenne. Majd én megyek. Az is igaz, hogy jó, te mennél. Tehát, hogy akkor hagydobjuk vissza a labdát, hogy ebben az esetben mondjuk te lennél egyedül veszélyeztetve három közül a koronnál fogva. 40 év alatt vagyok, így van. Tehát én a 38 voltam idén, ugye? Az azt jelenti, hogy még van 2 évem. Igen. Hát az én katonaságomban az, aki velem jönne be, az hát, gyerekek. Az hello. Szerintem az első nap annyi lenne nektek. Lenne egy körülő örömszázad.
A média század, tudod. Ha vele vonulsz be, ott jó buli van. Ott jó buli van. Ébresztő reggel 3-4-10. Tehát onnan indulunk. Ha odáig eljutnánk, mert szinte biztos vagyok benne, hogy először is, hogy felröppen a hír, életedben először fordulna elő az a dolog, ami akkor bekövetkezik, pedig az, hogy elkezdenéd magad öregíteni. Én már mutam. Mindent bevetni. De még tételezzük, hogy tessék, be kéne vonulnom. Mi volt az utolsó? 9 hónap. Ugye talán az volt a legutolsó, aztán véget ért. Vagy még volt fél év is talán, nem 6 tudom. 6 hónapos is. 6 hónap volt, igen. 9 hónap, 6 hónap, és utána lett vége. Az aztán teljesen értelmetlen volt. De mi van a bevonulásnál? Utána bevonulsz, és megnézném, hogy hogy tudnám megreformálni a hadkötelességet. Első ugye van az egészségügyi felmérés, jó vagy, utána a ruhaosztás. Uh-huh. A barna alsógatyákat szépen fognál így egybe stokiba, és akkor ott elkezdeni, hogy én csak a Dolce & Gabbanát mondom. Stoki, ez a kis szekrény, amire pakolsz? Az nem, a stoki ez a szék. Az a szék, és akkor az egy kis négyszög alakú kis székecske, amire úgy kellett ráhajtogatnod a ruhát, hogy egyik oldalról se lógjon le. Tök értelmetlen így kellett volna összeraknod. Hát már eleve tényleg a barna alsóknál megkérdezni, hogy ezek most szennyesek, vagy tényleg ilyen szűk? tényleg ennyire ronda, undorító, zöldes barna színe van. És akkor meghallanám azt a mondatot, hogy atomvillanás balról, ott nem tudnék más, csak röhögni. Ti, akik alázatosan levetettétek magatokat a földre, érted, és azt gondoltad... Balról sebesség! Kiégett a szeme, maga halott, magának annyi vége van. Szóval komolyan mondom, ekkora baromságot, hát ez hihetetlen. Atomvillanás balról, látom a Stokit közben, igen. Atomvillanás balról, csak jól nézd meg, mert úgyis csak egyszer látod. Ugye ez volt a felkiáltás? Így. Bevetetnéd a kis katonai zubbonyodat, hogy itt oldalt ne legyen ez a lifegő rész. Elnézést, hogy nyere be a Slim Fit. az én seregem, az én követem, hogy ébresztő 3-4-10-kor. Mert ti mikor keltetek? Ha fél hat. De minek kellett? De egész tök hosszú a napot, minek kellett olyan korán? Így se csináltatok semmit, meg úgy se csináltatok jó, semmit. Jó, hát negyed óra csak az volt, amikor álltunk egymás mellett 60-an a piszoáraknál, így szépen így sorba, és mindenki próbálta meg könnyíteni magán. De hát nyilván nem sikerült, mert jobbra néztél, balra néztél, kb. Ugyanazt láttad, amit félkész vagy kész állapotban. Utána mi volt? Hát utána mentünk a reggeli tornára. Jézusom, de nyomorúságos. Reggeli torna. Reggeli torna. Csak ugrabugráltatok ott hülyen a kifuton? Hát jó, hát ez esetben nyilván az lett volna, hogy mondjuk a transformátor hát mögött a többi haveroddal együtt, a média szávazatból ott álltál volna, hogy hívják az Istenes Bencém, ott álltál. És ott ott hívják, néztétek volna, hogy elmentem már a főtörzs. Média század, mi? Média ti ott elő reggeli tornáztok, mondjuk együtt vonulunk, mi hátul bandázunk. Tehát mi megpróbálunk meglugni a reggeli tornáról, és mi hátul való 4 előtten nagyon röhögve bandázunk. Aztán visszamentek, mosakodtok, hát jó, Bence mondjuk dezodorált, te mosakszol is, és utána pedig szépen felöltöztek, eldugjátok a hajatokat. Ez egy nagyon fontos mozzanat. Olyan nincs, hogy én ha bevonulnék, akkor én ott valamilyen tényleg egy média század lennék, és amit ti reggeli tornáztok, meg ugrabugráltok ott hülyén, addig én mondjuk, hogy csinálok nektek egy reggeli rádió műsort. Tehát az nem lehet, hogy én nem megyek kifutóra, meg nem megyek futkosra, se van, hanem én szolgáltattam a reggeli rádió műsort. Tehát én lennék tényleg a média század. Összeválogatnék még egy-két arcot, és lenne egy reggeli rádió műsor. Hogy amikor hülye hajtogattok, meg ugrabugráltok, meg nem tudom, mit csináltok, és értelmetlen elővitek azt a 6 darab lőszert, addig én egy reggeli rádió. Másfél év alatt. Ezt imádom. Másfél év alatt 9 darab lőszer. Igen. Ha besült, akkor csak 8-at tudtál lőni. Igen. Mondtam, egyes lövés sebestjén, egyes előtt az egész éves. Jó, na menjünk, együnk valamit. Ennyi volt, na jó, együnk valamit. De ezt a részét szerintem élvezted volna. Gránátot dobálni, meg itt egy géppuskával lőni, meg lőni az oldalfegyvereddel, ami nálad ugye a hajsütő van. Akkor lett van egy kis szekrény, ruhás szekrény, hogy letomrak a stiltemet, a hajsütővasamat, tehát én oda le tudok pakolni, ott a körletben volt, hogy volt egy emeletes ágyad, és nem volt semmit? Vagy... Igen, tehát bementél oda, és azt mondja, hogy akkor ez az én garderobom? Nem, Balázs, ezek egy magája ebből a garderobból, ez az egy szekrény, az összes többi pedig a század. Ruhákat beakasztani, vasalót bedugni, gőzölőt hozni. Hát, ez nem nekem lett volna kitalálva. Ez nem nekem lett volna kitalálva. És mit tanultatok ott? Volt valami értelme egyébként? Volt. Mondj valamit, amit én ott még nem tudhatok. Hát például mondjuk... Tudok nyomni 10 darab fekvőtámaszt. Az na, ez például szerintem simán menne. Mi történt a reggeli torán? Hülyén futkostatok össze-vissza? A reggel, hát nyilván a klasszikus, hogy hívják, magas térdemelés. Jaj, ne! Ott kisgatjával tudod. Hogy hívják, sarokemelés. kis kék rövidnadrágba, fehér trikóba, ilyen bordás trikóba, ami egyébként mostanában elég divatos megint, és kis piros csík volt így végig a trikónak a szélén, fehér dorkó, és fehér zokni volt hozzá, emlékeim szerint. Ezt is adták? A fehér dorkót? Igen.
Igen. Miket hülyén kinéztetek? Azt nem értem. Tehát miért kellett mindenkinek úgy idiótának lenni? De mert nem volt stylistunk. Tudod, miért nem stylingoltátok valakit? Mert normálisan nézzetek ki ott, amikor rohangáltok magas érdemelésbe, hajnali 3-4-6-kor. Ez nem így működött, mint az egy perc és nyersz, hogy bemész egy ízébe, egy szobába, és ezt nem, ezt igen, jó, ebből vegyetek be, ebből igen, ez fel, jó, ez rövidújúban jó lesz, oké. Ez milyen lett volna, velem vonulsz tényleg, és ruhahúztásnál nyomok egyet. Ezt felveszem, ezt nem, ebből varratni, ezt limfit, ezt nem, ezt köszönöm, ezt vigyék vissza. Te meg álltál mellettem, ott a kis tokira hajtogatott kis ruháiddal mellettem. Sokat lazultál volna, ha velem vonulsz. Sokat lazultál egy orvosi vizsgálatot, igen. Mi az a torlódás ott elől? Alás, jó, végeztük már, nyugodtan elengedheted a bokára. Léci, megy az kicsit. Idő. Biztos, hogy minden rendben? Biztos, hogy nem találtak, ja, biztos, hogy semmit. Higgyék el, ott még van valami, amit nem néztek meg. Na, taníts meg valamit, tessék. Mondj valamit, hogy megtaláltad, tessék. Meg szeretnél tanulni? Vigyázt verni. Mit? Vigyázz. Verni? Én mindig úgy verek, hogy vigyázz. Vigyázz, mert verek. Vigyázz, mert itt most pálya van. Jövő. Vigyázz azért a spárba. És üvöltök, hogy pálya! Jövök! Vigyázz verni. Ha vigyázz verni, hát ez gyakorlatilag ez a díszlépés. Amikor például előjáró volt, mondjuk egy előjárónak tisztelek, tehát laktanya a parancsnok ott volt kint, és a század elvonult előtte, akkor a balkák, hát ez ennyi régi kifejezés, akkor a honvédek, vagy elvtársok, bajtársok nekem mindenből kijutott, akkor szépen vigyázt vertek előtte. Ez azt jelenti, hogy nem hajlítod a lábadat, meg így térdben, hanem szépen egyenes lábbal úgy, hogy a surranónak talpát odavered jó keményen az aszfalthoz, szépen eltrapolsz mellette, miközben a két karodat, két oldalt leszorítod a csípődre, a fejedet pedig felemeled. Micsoda baromság, hát így nem jársz. És oldalt kinézel az előjáróra. Hát persze, hogy nem, hát ez egy, tehát hogy... De miért nem volt ennyi, hogy hello főnök ez? Miért nem volt elég? Csákomákó. Tisztelet abban is megvan. Mi a pálya? Miért kellett ezt ennyire tönni? Miért nincs egy hello főnök? Alesz csótány! Hello! Hello főnök, azt mondja, rendben van? Adja neki rendesen? Jól van, ha baj van, szóljon, jövök. Tehát nem is értettem ezt. És akkor elvonultál ilyen merev nyakkal balra nézve díszlépésben? Igen, előjárónak tiszteleg. Megadta ezt a századparancsok például, és azt mondja, hogy előjárónak tiszteleg, és akkor oldalt szépen kinéztél abba az irányba, amerre az előjáró volt, és feltartottad a fejedet. És mit csináltatok a maradék 22 órában? Tehát egyébként tényleg? Mi történt még? Hát, előttétek a 9-et, reggel masíroztatok kisgatyában magas érdemelésben, és? Hát, várjál, hogy Szűcs Juditról néztünk ki a tapos posztere. Bírói capok siakörben. Egyébként igen. Tehát, de tényleg, de miről benne, szólt? Ez maga, benne volt. Hát a szolgálatoknál elmentünk szolgálatba. És akkor 24-24-ben én például egy éven keresztül voltam 24-24-ben 24 óra szolgált, 24 óra pihenés, vagy a kapuszszobán, vagy egy őrtoronyban. De az ellenség... Figyeltem az, egy erdősávot, amiben nem történt semmi. A betöfilak tenyel a baksomóhondban nézted az autókat, és figyeltem, hogy ne jöjjön ellenség. Én nagy tartsán voltam, ott annyiból jobb volt, hogy ott egy erdőt láttam. Igen. És úgy jegyezni kellett, hogy két szajkó meg egy cíke átrepült. Jobbról azt hiszem róka. Balról mókus. De mikor jön már az ebéd? Éreztétek, hogy ez nem egy komoly dolog? Vagy hogy valami kicsit röhelyesben vesztek részt? Mert hát azért az persze kellett, ott meg népnevelő hatása volt, meg a fiatalok rendet, fegyelmet tanultak, szerintem többen szoktak rá dohányzás, és lettek alkoholisták, mint amennyien sportosak egyébként. De hogy te akkor, vagy te nagyon védted az erdőt. Te nagyon védted az erdőt. Nagyon, vagy kicsit senki. Láttad magad kívülről, hogy te most hülyén állsz, és véded a semmit. Ki vagy Süni? Azért kezdve, hogy ilyenkor az ember tudja, hogy a semmit védi, vagy nagyon keményen állott a kis gépfegyverével, puskával, AK-val, nem tudom, és nagyon véded az erdőt. Te melyik voltál? Nem, nálunk... Nagyon védted az erdőt? Nálunk volt vagy nagyon komoly objektum, a 32-es, ami mondjuk így egy ilyen... gázolajraktár, vagy Nem, ez egy ilyen... légvédelmi, légoltalmi, vagy harcvezetési pont volt a föld alatt, tehát hogy ezért ez egy elég komoly objektum volt, és azért ott láttad, hogy van értelme. Aha, a dolognak. És ez működött, tehát, is ez az objektum, igen, vagy csak volt? Igen, jó sokáig. De mi egy kibelezett MiG-21-es kellett ölni védeni? Vagy most nem tudom, hogy a időtartásim már lejárt-e, úgyhogy lehet, hogy kinyírnak. Tehát egy 15 éve nem repült MiG-21-est őriztetek? Vagy mi volt? Nem, azt a harcvezetési pontot, ahonnan irányították a MiG-eket. Aha. Azt mondjuk, na az komoly. Tehát, hogy az egy komolyabb objektum volt. És volt ilyen, hogy tényleg jött egy most nem tudom, ennyi estés. Termesztenek benne. És jött egy nyest, és ráfogtad a fegyvert, és felszólítottad, hogy állj ki, vagy ilyen nem volt? De fostál egyébként? Féltél? Persze. Igen? De mitől egyedül vagy? Egy őrtoronyban és egy puska van nem nála. Attól féltem, hogy bedobom a hunyót, és jönnek, és hogy általában azzal az szórakoztak, más, hogy fényvázra épültek az őrtornyok, és amikor kijött a váltás, és látták, hogy elaludtunk, akkor fogta, és az AMD-vel rávert egyet
a fém szerkezetre, és akkor átszólt, mint egy, hogy egy ágyulövés, és akkor ott összefogott. És miért kellett mindennek ilyen hülye feladatot adni? Vagy nevet adni? Tehát azt tudom, hogy az őrség az a kötött formájú harci feladat. Mi? Az volt az őrség. Igen. Kötött formájú harci feladat. Mondták, hogy őrség. Igen, ez miért kellett ilyen hülyén fogalmazottak? Miért nem mondtad azt, mennyi őrségbe? Tessék? A pulóver is ilyen. Az őrség volt a kötött formájú harci feladat, ez igaz? Igen. De ez miért nem lehet azt mondani, hogy Jani, mennyi őrködjél? Védd meg az erdőt a nyestek. A bátyától? Bátyád volt katona? Ő volt katona, igen. Igen. Ő volt katona. És aztán el is menekült az ország. És aztán mondod, hogy neki ebből ő soha többet nem. Vagy tényleg, tehát amikor nem röhögtetek hangosan, amikor azt gyakoroltátok, hogy hogy ugrotok be abba a kis zubonyal, ha jön az atomvillanás? Tehát ez valaki tényleg a honvédségnél komolyan gondolt, hogy az atomvillanást nem meg kell tanítani, hogy atomvillanás baró, feküdj le a földre és dob magad a zubony alá? Hát nem egy elmeháborodott volt, hogy atomvillanás baró, feküdj le a földre, és ugorj be a kabátod alá, vagy mi a zubbony, vagy nem tudom, hogy mi volt az. Az a cucc, amit így magatokra kellett hajtogatni. Volt egy ilyen. Mikádó felső, vagy valami ilyesmi. Atomvillanás baró, feküdj a földre. Ez ki volt ez az eszemen? És ott nem röhögtetek? Hát dehogy nem, hát elünk is voltak azért. Atomvillanás baró, most! Oké, elment! Már nem villan. Nagy tacsa határában volt egy ilyen szeméttelep, ahova hordták ki a településnek a szemetet, és arra ugye ilyen földréteget hordtak, és akkor így komposztáltak, vagy mit tudom én, így takarították a szemetet, és minket oda vittek ki lövészteknőt ásni. És a rohadt idegesítő volt, mert állandóan elakadtak a teljes zacskókban, tudod, az ások, és akkor így nyilván volt egy ilyen része is a dolognak, hogy halálosan komolytalan volt, de hát de ugyanakkor meg jó is volt. Tehát voltak benne jó dolgok is. Micsoda? Hát a közös pornonézés. Erre gondolok. Ez lesz a tiéd. Te leszel a mozi felelős. Általában gyengoszon néztük. Ha én bemondulok, akkor reggeli rádió műsor szolgáltatás, ha még 40 év alatt egyszer a pártunk és kormányunk beránt, mert azt mondja, hogy újra hadrendbe kell állni, védeni mondjuk a határvonalat. Figyelj, menni a plakátokon kell. Te leszel. Nem fogok pucsítani egy régi ézi esmercin, úgyhogy nézzetek engem, hogy szépen nem állok be, egy tornadresszbe pucsítok. Gyere át szombat este. Igen, felveszem bírói tornadresszét, és pucsítok nektek egyet. Nem, ti már nem vonultok sehova. Tehát ti otthon szépen pihenjetek, mi intézzük a hazavédelmet. Nem, én is. Ti szépen pihenjetek ott itt közel az 50 felé, 40 alatt mi bevonulok. Nem tudom, mi lesz. Csörögni fog a telefon, és azt mondja, hogy egy nagy sóhajtás után azt megmondom valaki. Jani, tudom, hogy már 45 vagy, de kérlek, hallod, ezek be. A Balázsék, be tudnál ugrani? Gyerekek, ahol egy én ott vagyok, ott móka kacagás van. Hogyha velem nem fogsz te magas érdemelésben futkorászni, az biztos, de hogy jól fogsz szórakozni, az is biztos. Kitárasz csőre tölt elsőt, vagy elsőt kitárasz csőre tölt, vagy belenézek, jól kitisztítottam. Jó, hogy nálam egy fegyvertisztítás, ott is jól szórakoznál. Nem, az a baj, hogy minél röhelyesebb egy szituáció, meg minél nagyobb baromságokat kell kitálni, mindig, amikor laktanyába forgatunk, vagy a Wunder alatt is bementünk. Hát ez zseniális. Helyesek voltak, aranyosak voltak, de ez a állj vigyázz, kötelez, én ezen nem tudok más csak nevetni, de persze nyilván tudom, hogy a katonásság az így működik, hogy nem kérdőjelezheted meg, hogy ki milyen parancsot kap, végre kell hajtani, meg kell adni a fegyelmet. Egyébként nem működne, mint szervezet, én ezt értem. Tehát ez kívülről látva, hát ez... Tehát pedig ők abszolút elit katonák. Hát hogyne, és nagyon, normálisak. És brutálisan jók és erősek, persze, csak ezt... Soha nem felejtem. Volt például egy palánkra való felmászás, és akkor az egyik profi nyilván egy ilyen Afganisztánt megjárt veterán volt, tehát tényleg egy rohamlövés srác volt, és így fel volt Balázs. 10 percet gimnasztikázott rajta. Nem azért, mert rám tettek kettő darab bogrács, hogy nyakam bakasztottak három darab ácsát, és azon röhögtek, hogy egy ilyen 4,5 méter falon nem tudok elsőre átmenni, de rohagyatok, mert egy fegyvert hagy vegyek le. A fejembe nyomtak egy ilyen izi szintén bográcsot, tudod, föl akkor mi 40 kilós menetfelszerelés, hogy fussak át azon a palánkon. Oké, srácok, nyilván, persze. És akkor elkezdtem bóckodni, és fölmásztam. Írtam, figyelj, eleve elkezdtem futni, és míg oda futottam, már nagyon röhögtem, akkor jött a Jani bakot tartani, akkor ketten másztunk át, átestünk a másik oldalon, szórakoztunk. És mit kell csinálni, atomvillanás van? Akkor taníts meg nekem. Elköszönni a családoktól, leginkább. Gyorsan egy SMS-ben. Na, Istenem, hát kicsit most már sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. El tudom képzelni, hogy figyelj, volt egy ilyen móka része. Ott inkább szerintem a kozba öregedett volna bele a Feri szerintem. Inkább az. Nem volt egy erős? Ha. Jó, látom. Fú. Tudod, gyenge volt a kaja? Hát igen. Honvédségi tarhonya.
ott befogtak volna téged, csináltál volna nekünk. Hát de nem, hogy nem lett volna, miből gondolom. Ez egy tarhonyát is meg lehet úgy csinálni, hogy ehető legyen azért, nem? Ha van még hozzá valami, de hát azt szerintem hazahordta volna. Ott három adás után besült volna a receptdaráló Laci Horácsekkel. Megy gyakorlatilag az a három recept ment így körbe, vetésforgóban a hét napján. A tarhonya, a krumpli paprikás, meg a izéleves. Te a éges reggelire, meg a lilahagyma, ha volt lilahagyma egyébként, mert inkább vörös volt, vöröshagyma, kenyérszalonna, viszolátás, gyíkus koncert, bagdatus, májkrim. Azt írja, aki idézett a szolgálati szabályzatból. Állj egyenlő a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás. Ezt te tényleg meg kell magyarázni azt, hogy állj. Állj, Józsi, tedd le, fejbe lövöd magad. Tehát a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás. Neked ezeket meg kellett tanulni? Mindegyiket. Tényleg? Mi a őrkatonaként ezeket mindegyiket. Igen? Kivétel nélkül. Volt ilyen 12 pontotok is? Igen. A katona, ahol tud segít. Nem dobál, persze ment elől egy kis dobos, és ő vezetett fel minket. Nem, én biztos azt néztem volna, hogy mit lehet csibészkedni. Tehát a tankok benya és gázolaj leszívása, a szolgálati autók elkötése, a családod meglátogatása, ha sofőr vagy, miközben valahol éppen egy fejest viszel valahol, és azt, hogy most egy óráig itt leszek bent. Szóval, hogy ebben is meg lehetett találni, gondolom én, a csibészkedési ha faktor. Persze, hát nem? Ha volt vér a pucádban, én végig így éltem. Tehát én valószínűleg ezt a 9 hónapot is így mulattam volna végig. A készeléti autókból a benzin leszívása, tudod, tehát ezek a nem mennek, ezek már sehol kategória volt mindegyik, mert kint álltak szépen, és mindegyiknek csontszáraz volt. Az volt a legjobb, amikor elkezdték lopkodni azokat a birkákat, amiket azért tartottak a különböző külső objektumokon, hogy mindig le legyen vágva a fű. Gyakorlatilag ilyen biofűnyírók voltak. És akkor hirtelen elkezdtek eltünedezni a birkát. Viszont megjelent a birka pörja. Figyelj, ott minden. Hát csak mondom, hogy az egyik század, a századból az egyik öregnek, aki kutyás volt, a szekrénye mindig tele volt tojással és tejporral. A nyomorult kutyát megették a nem tudom mit. Mert meg volt határozva, hogy minden egyes őrkutyának naponta egy tojást kellett adni. És akkor kinyitotta a szekrényt, és ott volt benne 60 tojás. Lenyúlta? Simán lenyúlta. A barátnője pedig viszonylag sovány volt, és ezért hordta haza neki a tejport. Sovány volt. Keserű főtős volt? De írják egyébként, hogy volt katonatársa valószínűleg, igen, Lakos Otto volt a parancsnok, akit mi csak hatos lottónak hívtunk. És a mi egyik századparancsok helyettes volt, keserű főtörzs. Egyébként rettenetesen jó fej volt. Voltam szemtanúja például éles lövészeten egy olyan esetnek, amikor ugye ilyen nehézségi gyújtóval voltak ellátva ezek a kézigránátok. És hogyha ezt nem megfelelő lendülettel dobod el, akkor egyszerűen nem gyújt be. És volt olyan, hogy oda jött rá, kicsi. És így eldobt, és elrepült 5 métert. Keserű főtörzs kiugrott a lövészárokból, kiment a kézigránátér, fogta, eldobta, robbant. De hogy, ja, hogy ez éles gránát. Persze, van. Ez egy éles lövészet. Azért az nagyon sutának kellene, hogy magad elé dobd le egy méterre, nem? Tehát egy kirány, egy frissíti, ledob magad elé, hát azért... Hát ez így jaj, robban. Jaj. Igen, az nagyon sután. Jaj, de messzire. És keserű főtös kiugrott a lőszárokból, és egyszerűen fogta, felkapta, eldobta. Szóval azért volt vér a pucájában bőven. Kesú főtös, hogy mi? Nem. Egy régi írókéz leszárodott kecsú a főtös. Keserű főtös. Na jó, van, szép történetek ezek nyilván. Majd beszámolsz, ha visszajöttél a seregből. Gyerekek, ha menni kell, bízzátok rám a hazavédelmét. Uh-huh. Jó? Ha menni kell, hát nem megyek. Ha menni kell, hát lakcímet változtatok. Pedig már alig vár rá, hogy megváltoztassák. Nem a sereg kemény, csak maga Csicska Balázs. Ez a... Tudod, hallod? Ugye, megtanultad. Majd a best of-ba benne lesz. A best of-ba benne lesz. Nem az élet kemény, te vagy Csicska. Ezt tessék megtanulni. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy fekete párnak lakzia volt Amerikában, és ők is csinálták azt, hogy gyűjtöttek pénzt. Hogy most milyen formában, azt nem tudom, mert arról nem szól a hír, hogy mennyasszonytánc formájában, vagy nászajándék formájában, de összegyűjtöttek rengeteg pénzt. És észrevette a férj hajnalban, hogy a nászajándékokkal együtt valaki kidobta az összegyűjtött pénzt. Kidobta az összegyűjtött pénzt. Sok rohadt doboz, sok rohadt csomagoló de papír. De várj, azt miért dobtad ki a nászajándékokat és kidobtál? Vagy a nászajándékok közé keveredett maga a pénzt, és a dobozokat, a kartondobozokat, nejlonszatyrokat, a hotel személyzete, vagy valamelyik lelkes vendég kidobta. Kért egy kezes lábast emberünk, és hajnalban átkutatta az összegyűjtött
össze szemetet, majd kiderült, hogy éjfél előtt egyébként már elvitték a konténert. Hoppácska. Benne volt. Bonyolódik az ügy. Bonyolódik a dolog, igen, bonyolódott a dolog. Benne volt az összes pénz, amit kaptak. $100, $200, $500, $1000, nem tudjuk, hogy mennyi, de állítólag sok pénz volt, amit kidobtak. Emberünk egyébként ekkor sem adta föl, mert hogy miután rájött arra, hogy egy szeméttelepre vitték a pénzt, bekéreckedett a szeméttelepre, és könyörgött az ott dolgozóknak, hogy lehetőleg ne kezdjék el elégetni az ott található szemetet, mert valószínű ott van az ő pénze, meg a család pénze. És kapott egy kis haladékot, hosszú-hosszú órákon keresztül túrt a szeméttelepen, de már mondták neki, hogy lassan elkezdenénk elégetni a szemetet, ha itt van a pénzed, ha nem. És végül pirkadatra megtalálta. Szemüvegben, munkásruhában, sisakban, órákon keresztül túrta a pénzt. Itt van a fotó emberünkről. Megtalálta a pénzet, zacskót. Jaj, boldognak tűnik. Egyébként hát egy ilyen zacskó akár több ezer dollár is elfér egyébként. Megtalálta a vőlegény, vagy hát akkor már az újdonsült férj a szeméttelepen az elhalasztott égetés után a konténerek tartalma között a kidobott pénzes zsákot. Hatalmas mákja volt. Jó sok pénz jött össze egyébként. Hát azért, ha az ott egy dollár köteg, az nem kevés. $100, akkor azért az egy komoly, komoly pénz. Jó nagy buli volt. Smokingban nyomta meg csak kinyakkendőben? Nem, itt már, itt már átöltözött. Láthatósági mellényt vett föl, tehát itt már abszolút átöltözött. És a felesége szappannal és vízzel hajnalban tisztára mosta még a dollárokat. Ja, aput hagyta a francba, de a dodót azt azért. Igen, kerti csapnál a szállodában tisztára mosta a dollárokat, és gyorsan reggel az esküvő után elmentek egy bankba, és betették a pénzt. Ami tehát tulajdonképpen pozitívan záródott, mert hogy megtalálták. Megtalálták a NASZ ajándékot. Hogy tudod kidobni? Valószínűleg fölkapták, és a dobozokkal együtt ők ezt kidobták. Hát ugye? Ez a tipikus, biztos, hogy ez a tipikus ilyen, ami karácsonyán minden ember szokott tapasztalni, hogy tele van ajándékokkal a szoba, a gyerek mindent kicsomagol, aztán pedig ott van egy két köbméternyi mindenféle csomagoló anyag, amiket egyébként te magad is órákon keresztül próbáltál meg ilyen maximális műgonddal szépen körbetekerni, leragasztani. Nem, viccet. És akkor ott marad utána ez a rengeteg szemét, és tudod, már egy után már úgy vagy, hogy csak összenyalában ezt eltüntetni a szobába. És valószínűleg itt is ez lehetett, hogy jó, csak tüntessük már el innen, oké, megvan, kicsomagoltuk a Turmix gépet, jó, megvolt a robotgép, igen, köszönjük a mosógép, ja, jó van, csak vigyük már innen. Ott is ezeket adják, valószínű. Szerinted ott is. Ugyanaz. Turmix gép, best tie, vagy evőeszköz kész lehet, tehát ugyanezeket kapják. Botmixer, ragd a többi mellé, igen, van már belőle 10. Párna, takaró. Istenem, micsoda ajándék. Amivel aztán végképp nem tudsz, igen, mindegy, ez egy másik téma lenne, igen, a használhatatlan NASZ ajándék. Ezért jobban menj a szonytátsz, mert mondjuk egy lábos nem fogsz kidobni. Igen, rá kell írni a meghívóra, hogy csak a cash. Igen. Ennyi, azt hozzanak, és akkor mindenki azt vesz belőle, amit akar. Inkább utaljatok. Vagy az utalás. Egy bankszámlaszámot megadni, én láttam ilyet egyébként. Láttam ilyet, hogy igen, mindennek örülünk, mindenünk megvan. Elmennénk nyaralni. De egyébként őszinte, hát most sokkal őszintébb. Most köszönjük, mindenünk van, ne hozzatok semmit, nyaralni mennénk. Értitek, hogy mire gondolunk? Messzire sokáig. Nyaralni mennénk. Figyelj, ezt úgy kell csinálni, hogy amikor szépen az esküvőn ott van az asztal, mindenkinek ki van rakva a kis cédulkája, hogy hova kell ülnie, akkor ott a neve alatt szerepeljen egy számlaszám is. Vagy a boríték oda készítő, tett bele a kest. Ez a kidobás egyébként nem egy ritka dolog. Nekem van egy ismerősöm, nevezzük a történeti hűség kedvéért, egyszerűen csak Zolikának nem ez a neve, aki azzal foglalatoskodik, hogy hát ilyen nagy mennyiségben vásárol föl különböző mezőgazdasági terményeket. És egyik reggel elindult egy ilyen vásárlás a nylon zacskóban, azt hiszem 5 millió forinttal. Mi másba? Mibe vigy másba, mert az nem gyanús. Azt mondja, hogy ő nem jár ilyen dipótáskával, meg láncos táskával. Nylon zacskó, senki nem gyanús. Senkinek nem tűnik föl. És hát anyával összeveszett, ugyanis anya még mondta, hogy de még ezt el kéne intézni. Én ez Zolikának mondta, hogy ő most nem ér rá, neki mennie kell vásárolni. A mama még utána kiabált, de hogy a szemetet is dobt ki. De ekkor már annyira pipa volt Zolika, hogy megfogta a szemetet, kidobta a kukába, beült a kocsiba, a haverjával elindultak, és egy 150 kilométer múlva azt mondja, hogy te ízé Pistike, hol van a pénz? Mentek ki Bécsbe a szépbe, berakni meg. Nem, mentek a terményére, hogy meg kellett vásárolni, Pistike, hol van? Nálad van, te hoztad, de hülye vagy, nincs, nem, állj meg, az ülés alatt van, nincs itt, menjünk hátra, nyissuk ki, visszamentek. És akkor már eszébe jutott, hogy a szeméttel összefogta az ötemmet, és így belevágta a kukába, mert annyira mérges volt, és ugyanezt történt, mint a csávóval, elvitték a szemetet aznap, azonnal a faluba megállítani a nagyszemetes kocsit, akik már
kiürítették a szemetes kocsit, és a második körre mentek, és ott ugyanez volt a sztori, hogy Zolika be a szeméttelepre, és átdúrta az egészet, majd ez az! És megtalálta? És képzeld el, megvett tanulók, és teljesen ugyanaz a sztori. Most tudod, hogy hova kell menned? Tehát akkor mit csinálok? Tehát mondjuk én kidobnék, nem tudom, 500 000 forintot, látom, hogy megy a kukásautó, követni nem tudom, nem tudom, hogy hova fogalmad megy. Nem tudom, hogy hova megy. Most, hogy lemennék a polgármesteri hivatalba gyorsan. Hova viszik a szemetet? Álljanak meg, hova viszik a szemetet? Mi nem tudjuk. Turkálni akarok. Hova viszik a szemetet? Akkor következő főpolgármesteri hivatal. Igen. Nem tudjuk, nem mi visszük. Akkor átmegyek, nem tudom, Érdre, ott megkérdezem, hogy a járási hivatalba hova viszik a szemetet. De közben megy az idő, mert azt utána begyűjtik és viszik. Nem tudnám, hogy hova kell menni. Ki viszi? FKF? Hát, de ez mindenhol más. Mindenhol más. Mindenhol más, persze. Persze. Plusz ugye van, mondjuk a fővárosban van 500 ugyanolyan autó. Melyik a tiéd? Bizonyám. Álljanak meg. A Szegedi útról hozta. Nem ott voltunk, viszlát. És megállítom az összeset. Ha onnan deríted ki? És, ja, és oda nem tudsz bemászni. Tehát ki kell, hogy ürítse a tartályát ahhoz, hogy te átnézd. Na, ezért mondom én ezt egyébként mindenkinek, hogy gyűjtsetek ezért is szelektíven a hulladékot, mert hogyha a fémet meg a papírt szétválogatjátok, ott kiderül. Igen, ugye úgy is összeöntik. Gyűjtsétek szelektíven. Igen, nem öntik össze. 100-asok, 200-asok, jabbad? Ja, van egy ismerősöm, aki úgy szabadult meg 3000 eurótól, hogy eldugta. De annyira eldugta, hogy saját maga elől is eldugta. Leginkább az anyja elől dugta el, vagy berakta a betörők elől dugta el pornókazettába. Csak a pornókazettát meg el kellett dugni az anyja elől. És egy takarításnál jött az anyja, és annyira megijedt, hogy ő kidobta a pornókazettáit, de valószínűleg abba tette bele, ugye nem emlékszik rá, a 3000 eurót. És amikor realizálod, hogy... Jaj! Nem fogja találni a Mami Fagyi 2-t. Rókó vissza, ki kell dobnom. És kidobta ugye az összes kazettáját, csak elfelejtette, hogy ő abba tette, valamelyikbe beletette a 3000 eurót. Ami mondjuk 10 évvel ezelőtt történt, vagy 5 évvel ezelőtt, hát azért az ma sem kevés pénz, 3000 euró, meg... ugye? Főleg, ha ilyen szinten gyengül a forint. És pillanatokon belül... Hát ez dugdasal, pornót nézel, ráadásul ilyen halmozott általános helyzetre került volna. Igen, és azt tudom, hogy mesélt, hogy napokig kukázott a társasháznak a konténerjébe, de hát ugye, hát utána azt már vagy elvitték, nem tudod, hogy mikor viszik, ha szerencsére tudod, hogy hétfőn viszik, mit tudom én, a simát, mit tudom, csütörtökön a zöldet, vagy nem tudom. És hát ő zavarában kidobta az anyja elől, de nem a pénzt akarta kidobni, hanem ugye a kazettákat akarta elrejteni. Gyors, nagy takarításnál mi van, kidobod az összeset, jön a muter. Akkor, akármennyire is sír, mennie kell. És tudom, a mesélt, hogy napokig kukázott. És amikor realizálod, hogy kidobtad a spórolt pénzedet, nem tudom, hogy van-e szörnyűbb. Nem? Hát ez elképesztő. Náluk volt olyan család, a kedves aranyos néni volt, hát a kor előre haladtával mindig egyre szelektívebb lett ugye az emlékezete, és mindig eldugdosott egy kis pénzt, és mindig elfelejtette, hogy hova dugta el, soha nem tudta. Tehát, hogy eldugott valamit, és utána azzal a lendülettel is felejtett, hogy hova dugta. Aztán megint eldugott valamit, megint elfelejtette. Hát ennek mi aztán később örültünk, amikor megvenni a lakását. Igen, most már, igen. Hadd vegyem már meg a lakását, hogyha a parkett alatt hagyd találják már 6-8000 euró gyorsan. Óvatosan kellett egyébként utána kidobálni mindent a lakásból. Mert ott konkrétan az történt, hogy kivittünk valamit a lomdonítás, és akkor feltűnt, hogy van benne még más is. És utána, na jó, akkor vissza mindent a lakásba. Vissza mindent a lakásba. Indul az átnézés. Jó, így van, és akkor induljon a szelektív lomtalanítás. Mennyi jött össze a végén? Egy és találtatok? Szép összeg. Aha, tényleg? Találgattunk. Mit gondolsz? Hát miből van az új autó meg a gyerek iskoláztatása? Én egyszer egy házba költözni, ahol feltépem a parkettát, és ott van egy két Raffaello kép, egy Moni, három Mané, meg nem tudom. Cseréltetek parkettát nálatok? Moni, Mané, Műné, minden ott van nálam. A dolog szépségével csak az volt, hogy idős volt már a mama, és a fele koronából volt, a másik fele pengőben. Igen, találtatok 4 milliárd mil pengőt. Igen. Mónika! 4000 shillinget és 6000 német márkát. Volt benne néhány rész poltúra. És két ezüst dukát. Na, ő a 3-4-8-4 perc, ő a Kirioz, ő szólt be, ott van. A Mörivel játszik egyébként, Möri gyorsan rendezte egyébként a sorokat. Ott van, mindjárt mutatják, talán őszerván. Csak hogy megismerjem legközelebb, hogy kit érdemes figyelni. Lehet, hogy mit csinálnak a legendák. Hát, ha lesz egy első teniszmeccs, amit végig bírok ülni, ezt a rohadt unalmat, amit ezek csinálnak, te 3 órán keresztül. Ott van, ő az, ő szólt be a Wawrinkának. Aha.
De az ő az, az melyik, aki háttal... Aha. Igen, akinek írókész frizurája van. Ja, a másik tudod, a Murai. Menő, ő a Murai. Ő a Murai. Júj, de megvezette! Júj! Ma szépen játszik egyébként, nagyon kreatív játékos, ügyesen. Nagyon. Jó, mert nekem fogalmak sem. Na, ő az. Független rommá lett verve. Szemtelen. Na jó, Andmöri, nehéz ellenfél. Nem túl szimpatikus játékos, de nehéz ellenfél. Na, már te szimpi a csávot, csak ahogy játszik, az nem annyira. Na, visszatérve a témánkhoz viszont, egy kicsit tenisz, bocsánat. Már mégiscsak egy Grand Slam van, az év utolsó Grand Slam, hát nem mehetünk el szó nélkül emellett. Ki mit dobott ki, ugye erről beszélünk, mert hogy egy amerikai házas pár az esküvő után realizálta, hogy valaki kidobta a NASA ajándékot, ami sok-sok ezer dollárt jelentett. Emberünk ugye felkapta a guberáló ruhát, először gubizott a szálloda kukájában, aztán bekéreckedett a szeméttelepre, és égetés előtt egy perccel még megtalálta a NASA ajándékot, és boldogan fotózkodott ugye a párja kamerája előtt. Felesége, újdonsült felesége hajnalban, vagy reggel lemosta a frissen szerzett dollárokat, és gyorsan berakták a bankba. A kérdésünk pedig az volt hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, vagy írják meg nekünk, hogy ki mit dobott már ki, amit ugye hát később vett észre nyilván, hogy valószínűleg a kukában végezte. Nagyon sok mindenki, nagyon sok minden. Szóval azért ez egy nagyon jó általános jellemzés, hogy rengetegen dobtak ki rengeteg mindent, és vannak olyanok is, akik egyébként szemételepen dolgoznak, mindjárt adásba rakunk egy srácot, aki elmondja, hogy Hányan mennek, igen. Megvettem életem első iPhone 5-ösét, sajnos nem tudtam sokáig örülni neki, mert este begyújtottam a kazánba, és összefoghattam a papírral, belevágtam a kazánba. Egy óra után fura érzésem volt, és nem találtam a telót. Miután lementem tenni a tűzre, megpiszkáltam a parazsat, és ott volt az összeégett 5-ösöm. Két napig sírtam. Akkor aznap eltüzeltem az éves fűtésdíjat. Százezer forint fölötti tüzelés volt. Hát bőven. Persze. Igen. Én találtam pénzt lakásfelújításnál a tapétát leszedve a falról, a tapéta szélei itt-ott el voltak válva a faltól, először fel se tűnt, gondoltuk, régi már és válik le magától. Mikor az első sávot lehúztuk, kiesett egy boríték, benne régi lila, 5000-es, zöld 1000-es. Mire az 55-ös szobát kicsomagoltuk, 36 darab boríték került elő a fal mögül. Az nem rossz. 1996 körül meghalt néni spórolt pénze, körülbelül 1 milla. És az 96-ban, 20 évvel ezelőtt az... Nem, hát ugye kivonták a forgalomból már, ugye fenn van egyiket az MNB-nek szerintem a honlapján, hogy meddig váltják be ők, egyáltalán nem biztos. Hát ezt 96-ban találta, hát akkor még az 500-as, az Adi, igen, hogy ez lehet. Akkor az még bőven jó volt, hogyne. Nagymamám elég drága ékszereit dobta ki, természetesen ahogy észrevette, hogy nincs meg rögtön. Azt mondta, hogy biztos ellopták. Kérdezgetem, hol látta utoljára, hol volt. Kiderült, hogy zsebkendőbe csomagolta. Mondán úgy sem tűnik föl senkinek. Szépen ki is dobta. 4 órát túrta a kukát. De meglett. Na, itt van egy hallgatónk. Tamás, hello Tamás, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Egy személytelepen dolgozol? Igen. Mit csinálsz? Hát én ilyen mérlekedőjön, hogy ott nálam jön be a szemét, meg nálam is megy ki. Nálad jön be, nálad megy ki. Tehát te vagy az, aki végül megsemmisíted a szemetet? Nem. Én csak befogadó vagyok. Tehát aki kezeli, vagy leméri azt, hogy mennyi szemét jön be. Ja, értem. Na és kik jönnek hozzátok? Hát itt elég szörnyű, azért sok olyan dolog van, amit mondjuk az emberek kidobálnak, mármint úgy, hogy utána keresgélik, és akár mondjuk benne jönnek a szemetes autóban, és a hátuk mögött lévő kukás autóban az értéktárgyuk, vagy a pénzük, amit kidobtak, és utána fölkísérik ugye az autót, és utána keresgélnek a tóra osztályig, de nem találják meg. Tehát ez elég borzasztó. És jönnek, hogy engedd be őket, és hagyd túrják a szemetet? Nem. Tehát azért az engedély kell, hogy akkor bejöhessenek, persze, és akkor fölkísérik őket, és akkor túrhatják a szemetet. Általában leginkább mit keresnek? Készpénzt, vagy ékszert? Legtöbbször igen, készpénzt, vagy ékszert, igen. Azt te például ellenőrzöd, hogy ténylegesen a sajátját... Nem ellenőrzöm. Mert én mondjuk szeretnék bemenni egy ilyen helyre kukázni, akkor azt mondanám, hogy kidobtam 5000 forintot, tessék már meg. Na. Hát ez elég borzasztó, ez nem így működik, tehát itt több millió forintokról is van szó. Hát persze. Tehát itt azért, és ez elég nagyon ritkán, tehát én nem is nagyon tudok olyanról, aki megtalálta volna, mert ugye ez egy ilyen tömörítős kukás autók, ezek úgy aztán nyomják a szemetet, hogy alkalmanként ilyen 130-140 mázsa is belefér.
egy ilyen kukásautóval, tehát ebbe aztán utána, hogy megtalálják-e valaha. Hát a tőlszének az van, persze esélytelen. De az a biztonság kedvéért elmondatod velük, hogy pontosan hogy nézett ki az acskó, vagy a kredenc, amit kiosztatok. Ne, sajnos nem sajnálom. Ott van az egy kicsit csúsztatni. Nem az a baj, hogy alkalmanként van olyan, hogy reggel ürítettek, és akkor utána bevágtatnak délután, de azt a szemetet azt már letúrják egy ilyen gödörbe, és utána aztán erre úgyból folyamatosan jön rá, tehát soha nem fogják. Soha nem találják meg, nagyon persze, nagy. Szegények. Mi volt a legnagyobb összeg, amit kerestek nálad, mondta valaki, mint eltűnt? Ezt azért úgy nem árulják el. Nem árulják el, hogy mennyit, csak hogy készpénzt keresnek. Így van, igen. Aha. Tamás, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Igazán is. Hello. Volt anyósom évekkel ezelőtt a nem használt kabátját adta oda adományként, aminek a belső zsebében rejtette el az aranyait. Még évek múlva is sírva fakadt, ha valaki megemlítette a szörnyet. Dóri küldte nekünk. Tavaly nyáron mentünk kirándulni, nem akartam annyi kápét vinni magammal, és... micsoda? Kapkodós indulásnál úgy raktam le egy zacskó pénzt, 4-5 kiló azóta sem találom. Micsoda, ezt nem értem. Hát úgy volt nála 4-500 ezer forint egy zacskóba, elindult kirándulni, nem akarta elvinni. Nem? Hogy nem így van? Hihető, így a sztori. És elrakta otthon a pénzt, és azóta sem találja? Lehet, hogy úgy rakta el, igen. Nagy lakás. A feleségem a kezemen nyomott két zsákot, az egyikben a szemét, a másikban a gyapjú takaróink, hogy vigyem a tisztítóba. Egy hét múlva kérdezte, hogy mikor lesz kész a tisztítás. Kérdeztem, hogy milyen tisztítás. Akkor jöttem rá, hogy kidobtam a szeméttel együtt. Mi felajánlottunk nagymamám halála után a kétajtós szekrényt a lomisoknak, akik nem voltak hajlandóak azt kicipelni, így szétvertük, és több százezret találtunk benne eldugva. Szegény mamuska szépen rakosgatta el. Csak nem szólt. Hát, nem szólt. Gondold el, mennyi érték van így elrejtve egyébként. Tényleg. Nagyon sok, és most tapéta mögé. Emiatt is, hogy szóba került, utána néztem, úgyhogy nem nagyon érdemes kidobni. Még mindig az Adikat, meg a Bartokokat, meg a régi Kossuthot, vagy Széchenyiket, mert hogy meghosszabbították az átváltást, vagy beváltást, és 2019-ig. Istenem. Eredetileg 2009 értem, lett volna. Mert, szerintem igen. Várjál, mert azért 92-ben egy ezres, az többet ért, mint most. Na jó, mennyi alkudozzá. Kedves MMB. Egy ezres, és kapsz 4000. Igen, adjon már érte 4-5 ezeret. Egy éve házasság évfordulót követően jegygyűrű landolt a kukában a szóróanyagokkal együtt. Azóta is vitatjuk, hogy ki dobta ki. Hát igen, az kemény. Bontott cigis dobozba tettem mindig a pénzem, ha partizi mentünk. A cellofán és a doboz közé 5000 forintot simán kidobtam, nem 20 éves vagyok, akkor ez jó zseton volt. Tipikus példa. Sokan teszik oda a pénzt. Igen, egyébként. Rajta adjod a kis műanyagborítást, oda berakod a pénzt, hogy az a tuti. Ez főleg, ha elmentél ittál egy valamit, onnantól kezdve ciginek vége. Repül is. Sokból van a dohányzás. Ugye? De mindig mondtam, hogy drága sportcsillagom. Kidobtam a férjem, vagyis elvártam, soha nem mentem, utána mehet a szemétbe. Hát ez szép esemes, igen. Barátom anyusa halt meg, egy igazi elegáns hölgy volt, és az ékszereit rejtette el különböző helyekre. A festő a későbbi felújításokor talált egy sokkarátos gyémántgyűrűt a konyha szekrény tetején, és visszaadta. Egy másik gyémánt kitűző egy elajándékozásra váró ing gallériából került elő. De hogy ezek, akik elrejtik, egyébként miért nem szólnak valakinek, hogy hova rejtették? Hát mert nem bízik senkiben valószínűleg. De akkor kinek rejti el? Tehát úgy rejtem el, hogy nem mondom el senkinek, hogy elrejtettem a pénzt. Tehát az unoka, gyerek, örökös, hát valaki, tehát nem szól senkinek. Ez olyan fura, nem? Nem bízik senkiben az égvilágon. Még saját magában. Igen, nehogy meglopja saját magát, igen. Találtam 5000 eurót, de el is hagytam, írja valaki. Hát igen, szép kis SMS-ek. Egy zsák női alsót dobtam ki, kukát elvitték, szeméttelep térdig érőt. Izgalmas volt, mindenkivel találkoztam, több százezer forintot is értek, csak nem értem magát az esemet. Aha. Na jó van! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit ropogtatsz? Ez a te kezedben életidegen? Vagy mutatom. Az a kis bödör, ami ott van előtted, az micsoda? Mi van? Urépa. Teli hold van, és vörös a szemed? Répa. Nem, azért megismertem, tehát ez nem úgy értem. A kérdés inkább úgy szólt, hogy miért ropogtatsz te répát? Hogy mit csinálsz? Egészséges. Jaj, megint mi van? Uh-huh. Egészséges, a répa jó, jön a Tóth Gábor. De már műsorom vagy, most már nem kell fogynod, most mi van? Nem fogytam előtte se, mert 5 éve nem voltam műsoron, tavaly fogytam le. Mindig fogytam. Kell a pótlás. Következő a helyzet, meghoztam életem. Állítom, hiányod van?
Nekem? Nem. Miből lenne? Meghoztam életem legnagyobb elhatározását. Nem maszturbálsz minden reggel. Aha. Nem, minden este. Vagy nem. A szponzorod lett a TS. Szponzor, hülye. A Magyar Répa Szövetség, igen, megtámogatott, és Uborka Szövetség. Gyerekek, adjál már, olyan jól néz ki. Nem adok. Mert emlékezzél rá, amikor etted azt a rohadék chipset, vagy mit? Zöldség chipset. Zöldség, egy darabot nem hagytál belőle. Tehetek én, hogy pont akkor kértem, amikor elfogyott? Ha valakinek odaadom a répámat, az a Jani egyedül. Érted? Én nem irigylem a répádat, Janitól. Csak ne műsorba tegyétek meg, mert azért megbüntet az NMA. Tehát adjátok oda egymás répáját, majd valamikor ahogy a kezébe adom, én csak az ő kezébe adom az uborkámat. Ez van. Mondom, mi van. Na. Szakítok a dohányzással. Ez csak egy ilyen kacajjal tudom konstatálni. Hagyjál már hülyeséget, de most mivel ne rúgjál már belém. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te fogyókúrázol, szakítasz a dohányzással, és futni kezdesz. Ez már tényleg nem az a világ. Sose fogyókúráztam, a futást azt adom. Elég volt, gyerekek. Mivel? A dohányzásból elég volt. Jézusom. Most leteszem, nem nyújtok rá, és marad a zöldség és a répa. De most a megszólalás végéig, vagy meddig? Félig? 35-ig? De most te tényleg így vagy velem? Tudod te, mit jelent ez? Micsoda szenvedés volt, micsoda kín megszülni az elhatározást egyáltalán, hogy nem fog dohányozni? Répákat hozok ide a stúdióba, és te meg elkezdesz rugdosni. Na, nem megyetek már. Most álmodom el, vagy ez az egész, ez tényleg csak az megint a fejemben létezik, és még fekszem az ágyon, ahol hangokat hallok, hogy ez egy valódi műsor. De miért rombolsz egy képet, amit évekkel keresztül építettél a magadról? 25 éve építem a dohányzást sajnálatos módon, senki ne tegye, és elég volt. Na most adj be egy zenét, hallgatókat fogunk elveszni. A dohányosok nem fognak még hallgatni. Állj meg egy pillanatra. Nagyon örülök, hogy ez szerintetek vicces, ez rohadtul nem vicces. Tehát azért csak... egy picit az. Nem, ez egyáltalán nem vicces, leszokni a dohányzásról marhára nem vicces. A biomódszerrel kezdek most, tehát ez az első állomás, azért hoztam ezeket a répát, uborkát, akármicsodát, hogy rákcsáljak valamit. De aranyos vagy. Most komolyan úgy megcsikiznélek. Hát ez mi? Te tényleg azt hiszed, hogy répától fogsz leszokni a dohányzást? Te, akit egyébként én nem tudlak leszoktatni 10 éve, mióta együtt dolgozunk, mert mindig mondom, hogy ne szívjad, hagyd abba, majd most vettél 2 zelet, meg egy répát, és ez majd téged leszoktat a dohányzásról. Ez a különbség, látod, hogy eddig te akartad, csesztetted, igen, és dafke nem, tehát csak azért se csinálom. Ez most a saját elhatározásom, és azért kell a répa, hogy lefoglaljam a kezemet, mert ezt tudod úgy fogni, mint a izét, plusz, hogy a száddal valamit csináljál. Érted? De mi van veled? De akkor miért egy cserkész kolbászt tartasz a kezed, de hogy valami... Tehát, hogy az még jobban passzol. De egyébként tényleg. Fokhagymás lenne. Ja, nem bírnám megmaradni. Egyébként már 200 gyulait aztán. Akaszd a nyakadba, és amikor jó, akkor harapjál be. De most várjál, miért jutott el erre? Most mi ez az elhatározás? Mert én tavaly is kivoltam, amikor futni kezdtél, mert nem akarok egy rákocival. De most komolyan, tényleg. Együtt dolgozni, aki fut, annyira életidegen tőled, de most, hogy már dohányozni se fogsz, mi van, a kapuzárásod van? Vagy mi ez, hogy most nem akarsz dohányozni? Futást abba hagytam. Jó, ezt meg gondoltam, hogy ez nem fog sokáig tartani. Még próbálkoztunk egymással, de már nem volt meg ugyanaz az érzés, mint tavaly nagyon jó volt, télen az ember nem fut, mert megfázik. Persze, ebbe abszolút nyáron meg arra meleg van. Akinek 5 anyja van, tök igazad van. Van autónk, tudjuk használni. De most az történt, hogy gyerekek, 45 vagyok, idősödő férfi ember, tudom, középkorú, gyermekeim vannak, és? Én felelősséggel tekintek a jövőmbe. Jézus Isten, miért? Ez hülye. Mindjárt elmegyek hányni. Ez egy hülye mi vagy? Van? Hagyja ide álljuk. Jézus Isten, nem akarok egy ilyen világban élni. Meg fogsz ízni. Rosszul vagyok. Azért eszem répát, érted? Te már ne ízzál meg. Most akkor fogyok, vagy hízom? Hát most találjuk már ki. Ha hagyod a dohányzást, akkor ugye, akkor még dagadtabb leszel. A saját, de most komolyan mondom, mondanám, hogy a mama, de úri, Léci, nem, én nem akarom, hogy nagyon meleg legyenek, már így is többet stírolok, mint a Brad Alexander. Azért tartom így a monitort magamért. Nagyon viccesek vagytok, gyerekek, csak azt szeretném mondani, hogy ha valaha volt bármilyen függőségetek, de hát ti szent emberek vagytok nyilván, ti nem esztek zsírosat, ti nem isztok alkot, nem dohányoztok, ti tüncik vagytok. De én tegnap este is ittam alkoholt. A forgatáson ki voltak rakni a borospóra. A forgatás végre az összeset megittem. Tehát tényleg, alkoholt iszom. Na, és igen? Még csúnyán köhögök is. Igen? Tehát... Még egyszer fussni a anyádnak. Megittem az összes kellékbort. Jó lesz az úr. Én mindenki poharát megittem. Tehát alkoholizálok. De most egyszer csak így felébredt, és azt mondod, hogy leszoksz. Te, aki eddig éveken keresztül azt mondtad, hogy ez senki, menjek én az anyámba, hagyjalak én téged. Lehet, hogy nem jól közelítetted meg, érted? Miért kezdetlek téged? Kevés örömöd van, az egyik a cigaretta, jó, ezt nem mondtam, de hogy most meg fölkelsz, és az, hogy leszoksz. De béka cigizik? Nem.
Nem. Nem. Nem. Mióta nem, az ő áll a dolog mögött, hogy azt mondta, hogy legalább fönt legyen jó ízed? Tényleg? Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te már a dohányzásról is leszoksz. Komolyan, figyeljetek. Mi jön még? Alkoholmentes őrt fogsz írni? Hetek óta tipródom ezen. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy ne cseszegessetek, mert pontosan ezek azok a dolgok, amikkel ezt a sárba lehet tiporni, ezt az elhatározást. Hetek óta tipródom, mert való igaz, én mindig elmondtam, hogy én imádom a dohányzást. Még egyszer mondjuk, nagyon rossz dolog. Az rossz. Így van. Senki ne dohányozom. De hogy én ebben nagyon jól éreztem magam, hetek óta győzködöm magam, hogy ezt a rohadt répás mondjuk én nem láttam még tényleg a Feri nem láttam még így ebben a formában, mert nálam minden ugye leves kész. Tehát ez nem arról szól, hogy ezt magának csinálj, mert amit ő meglát így zöldséget, az biztos, hogy belevágja valami marhós. Nem Zsili erre van vágva, ja, de, kicsit ezért de tényleg nem akarok egy olyan világban élni, ahol te minden reggel majd így zellert teszel. Tehát nekem ez életidegen. Vagy adjak neked is, ugye? Nekem megvannak a szerepek ebben a műsorban, és nem akarom, hogy ezek a szerepek felboruljanak. Én nem akarom azt a Ferit elveszíteni, aki rosszul lett a zöldségtől, és egy ilyen bödönnel a kezébe zellert, fehérrépát, sárgarépát, majszol. De most mi a következő, hogy vicces leszel? Nem, azt sose. Tudod, hogy ez nem az én asztalom, az te vagy. Hova mennék én arra az irányba? Mi lesz az nekem nem áll jól. Mi lesz még itt? Az nekem nem áll jól. Balázs meg szerény. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol én szerény vagyok. Nem. És most abban bízol, hogy a répától majd nem gyújtasz rá. Nem a répától nem gyújtasz rá, hanem egy pótcselekvés, egy eszköz, ami sikerül elterelni, vagy amivel sikerül elterelni a figyelmet arról, hogy nem gyújtasz de rá. De volt már olyan, hogy reflexből megpörzsölted a végét, az egyik vitamin. Volt, hogy beütél a kocsiba, és bedugtad a répát a szivargyújtóba, volt ilyen? Nem volt, mert ma reggel kezdtem nem el. Nem érted, hogy miért nem füstöl? Volt ilyen? Nem volt? Anyádat már. Faradék, nem jön belőle meg. Érted? Ez van, ez most egy próba, és a pont nem ezt kéne csinálnatok, amit csináltok, mert nyilván nagyon aranyos viccesek vagytok, hanem segíteni. Érted? Ilyenkor mellé kell állni az embernek. Oda kell állni, és azt mondani, hogy igen, jó vagy, meg tudod csinálni. És majd meglátod, majd a hallgatók mellém állnak, hogy ők is így szoktak le, jönnek az SMS-ek, hogy mivel szokta, hogy például répával. Zellerre. És majd meglátod, hogy hányan csatlakoznak, hogy azt mondják, hogy ők is most ketté törik az utolsó cigit, nem gyújtanak rá, és tovább csinálják. Aha. Majd meglátod, hogy ez lesz. Ez lesz. Példakép leszek, érted? Azt sose leszel. Miért? De... Amikor tavaly... És a Böllér Fesztiválon. Csak az nagyon szép cél, de az már megvan. Csak mondom, hogy tavaly, igen, amikor elkezdtem futni, ezrek jöttek velem. Ezrek futottak, és ők azóta is futnak is. Hol vagy, Feri? Még a múlt héten is kaptam olyan üzit esküszöm, aki azt mondta, hogy tavaly kezdte ezzel az applikációval, amit én is csináltam, és ők azóta de is futnak. Csak te közben Forrest voltál, megálltál, és azt mondtad, hazamegyek. Elfáradtam, hazamegyek. Hazamegyek vagy kocsmába. Ők még mindig futnak. De figyelj, lerombolsz mindent, amit eddig építettél, amit te voltál. De most újraépítjük. Újraépítjük. Szépen lassan, hogy elveszítesz mindent, és valószínűleg pont azok az emberek fognak tőled elfordulni, akik azért szeretek, amilyen voltál korábban. De milliók fordulnak felém. De mi lesz, érted? Ki fognak rúgni a fagyúrendből? És ez a következő, hogy vega lesz. Tavaly lettél a nagymester. Leállsz a húsról is, leállsz a cigiről. Nem, de hát ez káros. Mi? Már a dohányzás. Az nagyon káros, ebben igazad. Már érzem például, hogy van ez a megfázás, ami miatt köhétselek, nem jövök ki. Orvos azt mondta, hogy egy hét alatt túl lehet rajta lenni. Rákóczi úr, aki dohányzik, az viselje azt, hogy ez 3 hét. A Sziget óta, ami mondjuk nekem van. Egy nap vagy két nap volt. Na azért festői, költői túlzás, akkor neked egy hét alatt ment el, én most már harmadik hetemben. Érted? Ó, Doki bácsi megmondta, voltam nála, azt mondta, hogy Rákóczi úr, ennyi. Jó, és akkor mi a dátum? Na, akkor nézzük meg, mi a dátum? Már leszoktam. Miről? Nyilván. Tehát, hogy honnantól lehet azt mondani, hogy egy ember leszakott, az mi? Egy hónap. 10 perce mióta jöttem, és azóta tart a megszest, nem gyújtottál rá, azért ez még barokkos túlzás. Szerintem nem, az én esetemben nem. Lássa 25 perce megy a megszállás, valóban nem gyújtottál rá, barokkos túlzás. Feri, most túl vagy egy nagyon komoly mérföldkövön, mi is úgy érezzük. De egyébként komolyra véve. Ez egyéni csúcs. Ez nekem igen. Azt mondják, hogy sose szoksz le. Tehát aki rendesen dohányzott, úgy, mint én, az fölfüggeszti a dohányzást. Azt szokták mondani saját magukról, mert nincs olyan, hogy leszoksz. Tehát de figyelj, egyébként azt tudod, hogy csekkolnunk kell folyamatosan, mert marha könnyen át tudják amúgy rázni az embert, mert ugye itt a nikotinról van szó, tehát hogyha nem jut a megfelelő nikotin mennyiség a szervezetébe,
akkor majd elkezd ideges lenni, majd elkezd majd itt topzódni, majd elkezd itt ingerült lenni, majd elkezd majd arcoskodni. Ja, és megüt engem, illetve téged. Az jó, de a Balázs nagyon fog röhögni. De tudod, mi fog csinálni? Akkor nem cigizni fog, hanem mit tudom, hogy lesznek rajta mindenféle tapaszok, amikből nikotin szív fel. Azokban nem hiszek. Érted? A répában hiszek. A répa az új istenem. Aha. Érted? Érted? Feldug magának egy 10 dekás kúpot. Nem úgy? Szívódik fel úgy bele egész nap. Érted? Észre se vesszük. Na jó, aha, hát ezt meg kell emésztenem. Még mi? Ezt nem tudom hova tenni. Jó, na, picit. Nagyon szeretném, ha minden reggel pucéra vetkőzbotas, bokafogás. Átnézzük a testedet. Jó. Tartunk egy pici szünetet, hogy a Feri elszívhasson egy 100 cigit. Jó? Ne, egy szállat, túl sokat dumál. Ez egy fél doboz lesz. Csak ezt fogjuk hallani, jó? Gyújtsál rá előbb, ezt még azért átgondoljuk. Nem így megyünk neki. Úgy tartunk. Megyünk neki, hogy erős vagy, Feri. Uh-huh. Meg tudod csinálni, hát jó? Mondanám, de miért hazudjak? Hát, jó, kösz. Írjatok tippeket, jó? Akkor indítsuk el ezt az egészet, hogy kinek hogy sikerült. Nézzük meg, hogy milyen úton vezetjük majd végig Ferit. Én vállalom, én kitűzök egy időintervallumot, én végig vezetlek, ha te benne vagy. Adok tippeket, ha az egyik héten addig nem jött be, mondok egy másikat. Mondok egy időintervallumot, én leszoktatlak. Aha, de nagyon megrúgdostunk, és innentől kezdve fölépítünk. Tehát a következő megszólalás már arról szól, hogy egy támogató énünket látod majd, ahol elkezdem neked felállítani picit a stratégiát. Én csak annyit kérek a hallgatóktól, hogy hagyjuk ezeket az elméleti síkokat, meg a szentimentális rábeszélős dumákat, meg a lélekreható dolgot, racionális tippeket adjatok, hogy például, mit tudom én, vágjuk le az összes ujjat a kezéről, hogy ne tudja megfogni a cigit. Vagy valami. Az igazi dohányos azt is megoldja, a lábbal dohányzók szövetségének leszek az elnöke. Lábbal rágyújtott. Igen, tehát olvasd el ezt a könyvet, menj el Bior, ez... Nem. Építsünk föl szisztematikusan egy 8-7-es, 10-7-es időintervallumot, amin végigvezetjük a Ferit, és annak a végére megnézzük, hogy valóban le tud-e szokni. Ha egy módszer nem működik, akkor utána nyilván megint rá fog gyújtani. Ha egy módszer bevált, akkor lehet, hogy nem gyújt rá. Én végigvezetlek az úton, csak ki kellett, hogy nevessem magam ezen az elhatározáson. Csak egy mondatot még, hogy mi? Tehát anyagi, fizikai betegség, tehát mi? Mert azért csomó pénz is. Hm? Hát tehát miért jutott el ilyen elhatározáson? Alapszinten egy közepes dohányos napi egy doboz cigivel, az 30 000 forint egy hónapban. Az egy évben... Megszorultatok, adja kölcsön, hogy baj van, hát vagy az meg, mi az van? Nem lenne baj, azt megköszönném, bár ugye azt mondtad, hogy senkinek nem adsz most már kölcsön. Hát de mi azért így egymásnak nagyon szívesen. Jó, akkor kérnék, és akkor viszont hagyjuk a francba az egészet, mert van egy kilót, bal évvégéig. Bennem kell egy karton cigit. Jó, de nem fogunk látni a holnap, hogy mit tudom, egy képes heti magazinban egy egész oldalas hirdetésbe, hogy Rákóczi Feri a ciginix tapaszt. Reklámozza, vagy csak, ugye, most mondd meg! Nincs jó, mögötte semmi. Jó, tehát, hogyha a honlap kijön, azt nem, tudjuk, hogy az már egy héttel korábbi labzáta. Tehát vásod legalább egy hetet. Vagy a vagy kettő. Nem leszel ott a Bezbel, ugye? Várunk vele. Srácok, 2 hét múlva adjátok csak le. Én nem duányzom, ne gyújtson rá ön sem. Jó, írjátok meg, drága hallgatók, nektek hogy sikerült? Indítsuk akkor ezt a dolgot, kitűzünk egy időt, hogy mikortól meddig. Jó, várjuk a tippeket, radikálisabb, durvább tippeket is, és kevésbé durvábbak is. Vagy olyan, amíg haknin csúnyan összerúgtad a portat Tabárnival, és bojkottálod a bolcsit. Igen. Írjátok meg, hogy kinek hogy sikerült. Nézzük meg, miből élünk. Jó, a Palcsónak van a hülye. Azért tabak-tabán értelek. Ugye a Palcsónak sincs több, egy 20-30 dohány volt nálam, amit megszerzett. Azért mondtam, hogy biztos átpasszolt már Tabárnak 3-4. Na, várjuk a tippeket, kinek hogy sikerült. 3:48 lesz pontosan mikor? Én a dohányzásmentes élet! Ez a tesszádból azért még nagyon... Még több répát! Azért ez a tesszádból nagyon, nagyon furcsa hangzik. János azért dobjon be gyorsan egy 100-ast, bizony. Jó? De pillanatokon belül dobjon be egy 100-ast. Mert hogy nincs itt a megszólalás. Legyen az, hogy rágyújtok, nekem is egy 100-ast kell bedobni. Jó, figyelj! Én ebben abszolút benne vagyok, sőt azért vagyok benne, és azért kicsit igazságtalan a hallgatói bántás a mi irányunkba, Janival, mert most persze minden dohányos vagy már, aki leszokott a dohányzásra, az úgy nincsen bánt. Jó, majd dobok be, csak jött egy portára egy karton ciginix, és Feri nevére, és át kellett venni. Tehát azért vagyok igazságtalan, hogy milyen oldékok vagyunk, milyen szemetek vagyunk. Persze valójában tényleg azok vagyunk. Tehát, hogy egymást mi azért nagyon sokat dinkeljük, direkt nyilván. Itt mindenki oszt mindenkit, de kicsit ez a műsor ettől jó. Viszont jó, de ez éveken keresztül dolog. Dolgoztam azon, hogy leszokjál, és mindig az volt, hogy hagyd abba, idegesítő vagy, ne bántsd a dohányosokat, hagyd dohányozzon.
miért kell itt szemétkedni, most meg évek után nem hiszem el, akkor most az a baj, hogy azon nevetek, hogy nem hitet. Semmi nem jó. A dohányosok nektek van egy ilyen... Nem idegesítő egy ilyen volt, hát rohadt egy összefogás. Idegesítő. Igen. Érted? Éveken keresztül csesztettelek, hogy hagyatkozz rám és segítek. Most évekig ez nem megy, majd föl kell szúzni, hogy répát teszel, és mi meg most már azért nyilván évek után röhögünk. Ez mint amikor az ember farkast kiáll, tudod? Hogy de ne röhögjél, mert ez most komoly. 8 éve próbálok téged leszoktatni a dohányzásról. És elképesztő adatokat mondasz egyébként, hogy mennyit szívsz. Tehát azért az megdöbbentő, amiket itt mesélsz. Én napi egy doboz cigi, az az alap, az de hogyha a buli van, akkor, tehát ha este így elkezdesz fröccsözni, és hát egyébként ez megint egy külön kérdés, hogy akkor arról is valószínűleg le kell most mondanom, mert nyilván, ha elkezdek majd megiszunk haverokkal egy fröccsöt, akkor automatikusan rágyújtasz. Van az a dohányos, aki dohányzik buliban, és egyébként soha. Az például én vagyok. Az nem dohányos. Az egy amatőr, az egy kis hencegő lúzer, hogy ő dohányzik. Én az egy semmi. Én néha rágyújtok. Nem követendő, senki ne gyújtson rá, de ha például elmegyünk bulizni, jól esik. De hogy én napközben, vagy reggel, vagy este kiálljak az erkélyről, hogy kimenjek ide a rádió veletek és cigizek, ez nekem eszembe nem jut. Ott az embernek jól esik, mint egy mentolos, egy sima. De csak azért, mert jó az íze, tök jó. Nyilván nem jó, meg egészségtelen, tehát nem ezért mondom. Hát meg így ismerkedsz. Oda ülsz, hogy a pult az egy meggyújtatlan cigivel, és akkor oda megy valaki, és akkor izélyt, hogy... Meggyújthatom a cigidet, Balázs. Egyedül. Persze, nyugodtan. Erre vártam. Egyedül vagy kicsi. Hagyatkozza be. Igen, na most az igazi dohányos. Kedves Ferenc. Begyújtsam a reaktorodat, Balázs. Persze. Szóval, hogy megdöbbentőek ezek az adatok, amiket mondasz. Kiállsz, hogy például téren elszívsz 2 szálat egymás után reggel. Én reggel úgy kelek, föl kávé, megfőzöm, kimegyek, és nekem rá kell gyújtanom. Persze, bal kezedre az órát nyomod, a jobb kezedre nyúlsz a dobozhoz. Igen. Bármilyen hihetetlen. Fordítva még nem volt? Nem. Hát de kemény. Neked ez vicces, ez az egész sztori. Figyelj, nagyon szórakoztató. Bennem nem kell csalódnod. Én korábban se hittem, nem is támogattalak, most se. Mi lesz a budi? Nektek dohányosoknak állítom, már csak úgy indul meg a budi, ha már megvan reflexből, hogy gyújtok, szívok. Nem. Én ezt tapasztaltam. Nem azt mondom. Ebből a szempontból egy más. Nem erre gondoltam, én az apámikat is láttam, amikor dohányoztak, hogy reggel kávé, cigi, szarás. Bocsánat. Kedves apukájukat, én nektek se volt ajtó a buti? Nem, hát ugye a dohányosok, fölkelek, lefőzöm a kávét, rágyújtok a cigire, megyek a budira. Aha. És ez a szenzés, ha ez sérül. És olyan nem volt, hogy bementél a konyhába, és mi ez a szag? Bocs, kisfiam, összekevertem a sorrend. De a budin főzte a kávét, és a nagyszobába gittelt. De hogy ez egy szeánsz nektek, hát mondjuk meg őszintén, a reggeletek, nekem a dohányosoknak így indul, nincs összefüggés. Nincs, odáig van, hogy kávé cigi. Valakinek indul el, ugye? Nem. Nekem nem indul el, attól nekem egyébként is tudja, hogy na, mikor akkor kell jönni. Jó, tehát nem lesz az, hogy leszoksz, és egy hét múlva jössz, jó, gyerekek, nagyon nagy a baj. Valaki tegyen be egy dinamitot. feszítővasat 3-at. Na jó. Ajánlok neked valamit. Ja, Istenem. Ajánlok de neked nem, most valamit. Én meg tudom csinálni egyedül. Dehogy tudod. Hát évekig nem tudtad. Hát legalább ismerd a saját képességedet, hogy dehogy tudod. Eddig, hát mert nem eddig tudod. Nem akartam. Ez nem csináltam. Ez csak az a baj, hogy ahogy te segítesz, az jobb, hogyha nem segítesz. Nem, most kellett egy idő, amíg kinevettük magunkat. De ajánlok akkor neked valamit. Uh-huh. Most már kinevettük magunkat. Most téged fogok. Most pedig téged nevetünk. Tehát akkor menj végig azon az úton, amit én fölépítek neked. Aha. Kitűzünk egy dátumot. Megmondom neked, hogy honnantól kezdve ne. És utána elküldelek bizonyos helyekre. Tehát de addig azért így rágyújthatok. Persze, az azt mondja, hogy október 1-e, akkor október 1-ig egy hülyére dohányozhatod magad. Aha. Lesz egy nap, amit kitűzünk, és azt mondjuk, hogy mostantól kezdve nincs. De közben én elkezdelek bizonyos helyekre elküldeni, mert vannak módszereim. Neked? Persze. Én nagyon sok is érted. Hát miért baj, hogy egy csomó embert leszoktattam már a dohányzásról? A családban, a szüleimet, a barátaim, például, senkire nem teszem. Tehát egy csomó embert szoktattam már, mert ismerek bizonyos alternatív módszereket. Most persze el lehet indulni a hagyományos, hogy tapaszt raksz föl, nem dohányzol, egyszer lerakod, nem? De vannak olyan dolgok, amik segítenek. Könyvek, irodalom, egynapos tanfolyam, talpreflexológia, biorez, egy csomó minden van. Menj végig ezen az úton, és én egy adott időintervallumon belül leszoktatlak a dohányzásra. Na.
Persze, ezt te is kell lesz. Tehát te magadat fogod leszoktatni, én csak segítek neked. Micsoda az elhatározás ajánlat, benned látod? Kell, hogy legyen miattam, vagy a módszer miatt te úgyse fogsz tudni. Hát szerinted ez mi? Saját magad miatt. Ez a vödörrépa, hanem az elhatározás maga. Feri, aki reggel 2 szálat szív mínusz 10-ben, annak kevés az eller. Hát igen. Annak répa kevés az eller. Pár szeret Ubival nem fogod ezt. Kevés az eller. Vinni ezt a dolgot, így van. Ebben vegyszer van, ti a rabjai a vagytok, répának. Elvonási tüneteid lesznek, a fejed fog fájni, ingerült leszel, tehát több mihét. Ez többről szól. Hidd el. De megcsinálhatom, mert sokan megcsináltak. Te vagy az út maga. Én megyek előtted egy lámpával, mint egy kis Szent János bogár, repülök előtted. A döngicsél előtted. Döngicsélek, és amikor elbizonytalodsz, és elgyengülsz, megjelenek, és azt mondom, ne gyújts rá, itt vagyok. És gyere utánam, kövesd a fényt. Aha, az leszek én. Aha, te vagy a fény. Te csak menj végig az úton, és közben nagyon akarj. De végig akarjalak? Hát ne engem akar, mint Szent János bogár, ami repülök előtted, hanem akarj, le akarj szokni. Uh-huh. Ha az egyik módszer nem válik be, akkor jöjjön a másik. Akkor jön a másik. Így van. Az időpont pedig szeptember 7. Az időpont pedig 10 perc elindult az óra. A módszereim könyörtelenek. Már nem gyújthatsz rám. Az segít, hogyha van valami olyan motiváció, ami... Hogyha nem szokom le, akkor én szívok, ha leszokom, akkor te. Belemegyek egy fogadásba. Uh-huh. Belemegyek egy fogadásba. Na most kezdett izgalmasabb lenni. Tehát belemegyek abba, hogy fogadjunk, ha leszoksz, akkor a Jani megcsinál valamit, ha nem, akkor te. Akkor én. Tehát ebben abszolút jó vagyok. Szerintem korrekt vagy. Tehát egy csak mondom, hogy te vagy a szívóágon. Ha nem szoksz le, akkor a Jani. Bevállal valamit a Jani. Ha leszoksz, akkor mint a, nem, akkor meg a Jani csinálja, meg ha nem szoksz le, akkor meg te. De fogadhatsz velem is, én is belemegyek abba, hogy bevállalok valamit. Jó, ezen még dolgozunk akkor, mert én azt gondoltam, hogy most ezzel a zöldséges kúrával, ezzel érted így ma el vagyok a kettővel együtt, tehát kis dohányzás, kis zöldség, és akkor így fokozatosan csökkentem, az nem jó? Nincs ilyen. Nem jó. Na. Nincs ilyen. Nem, az nem működik úgy, hogy ma csak egy doboz, aztán mit tudom én, 15 szál. Aztán 15 szál. Tehát az nem így van. Tehát ennél radikálisabb módszereket fogunk alkalmazni. Mi az első? Azt már tudod, vagy most még csak építed az ösvényt? Még 2 út van bennem, nem tudom még egyelőre. Hogy melyik legyen, hogy azonnal leted, és egyáltalán ne gyújtsál, és kezdj el menni egy bizonyos dolgokra, vagy készülj föl, menj el egy dologra, ha nem működik, gyújts rá újra, utána menj el egy másikra, de valószínűleg az egy napot kitűzünk, és leteszed. Aha. És utána már másnap mész valahova. Egy kicsit vártam, irodalmat, hogy kapsz, könyved. Egy napot kitűzünk, és leteszed. Nem akarlak megszugerálni. Mikor legyen ez? 2017. január? Szerintem jó. Ne, az korai az időpont, úgy érzel egy picit. Na jó, meglátjuk. Figyelj, ne, ez legyen december 30-e? Ja, az nem. Nincs ilyen. Vagy előtte, tehát vagy előtte. Nem kötjük dátumhoz, ha egy fogadalmat neked már dátumhoz kell kötni, akkor nem vagy elég elszánt. Azt mondod, hogy azért nem szokom le, de amit a jövő hétvén így gondolom. Meg akarom élni. Tehát azért nem, majd leszokom december, új év, új élet, az már elbuktál. Tehát ha neked az kell, akkor hogy közd egy dátumhoz, mert akkor majd te elindulsz, már halott vagy. Figyelj, most ez kinek valójában, ez kinek a vállalása? A tied, hogy le fogod tudni szoktatni a Feriét. Nem, ezt egy kicsit magadra vetted. Nem, mert hogyha fogadás, akkor például szóljon arról, nekem ez nagyon tetszene, hogyha nem sikerül a Ferit leszoktatni a cigiről, akkor te iszod meg annak a levét. Tehát, hogy legyen valami komoly tétje a dolognak. Tehát, hogyha például a Ferinek nem sikerül, nem, azért, mert ő az, aki lesz. De, nem. Hát azt ne hülyeséged, nem szokjuk le, és még én szívja. Hát de, nem, most ez a te vállalásod is. Te ezekkel a módszerekkel, te egy csomó embert, ahogy mondtad az előbb is, nyilván költői túlzással leszoktattál már a dohányzásról. Ha nem sikerül a Ferit leszoktatnod a dohányzásról, akkor valamit szívjál te is. Nem. Sokkal jobb, hogyha nem szokik le, akkor ő fog szívni a fogadása, ha leszokik, akkor pedig én bevállalom, mert akkor ugyan én végigvittem az úton, de én tehát, hogy hiszek is benned, de ez hát, ha inspirálja, hogy akkor én bevállalok valamit. Ha meg elbukik, és nem tud leszokni, és rágyújt, 2-3 hét múlva, akkor viszont neki kell valamit megcsinálni, mert elbukta, és nem szokott le. De mit vállalsz? Hát ezt kitaláljuk, nem tudom. Na most kezdett el érdekel, mert fogsz, Feri, egészséget azt kell szarom, de hogy ez, hogy mi legyen, mit, Balázsnak mit kellene csinálni? Most ezt még nem tudjuk úgy csinálni, tehát kitalálunk valami jót. Tehát, hogy mi legyen a fogadás tárgya. Itt valami keményet, tényleg. Na, jó. Tehát, hogy legközelebb mondjuk a fodrászathoz nem Brad Pitt képet viszel, mint ennek, hanem a Kulka János. Rohadjál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.